Esti Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. 6 óra múlt, pontosan 10 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello, Jani, hello, Feri, hello. Hát jó reggelt. Jó reggelt. Gyerekek, elfejtettem e-mailt írni, hogy legyetek nagyon szépek, legyetek nagyon csinosak. Ez felesleges is lett volna megírni, hiszen hozzuk a kötelezőt. Mindig de, azok de látom, hogy azok vagytok. Van velem egy fókustáb is, igen. Az egész napomat leforgatják. Milyen elszántak, nem? Én egyébként a kamerából rögtön gondoltam, hogy valamilyen stáb lehet, és nem mondjuk a vidéki rokonok jöttek föl. Na jó, de hát lehet, hogy készül egy születésnapi videó, vagy, és felkértem rá egy stábot, hogy csinálják meg nekem. Leforgatják az egész napot, itt vannak, úgyhogy vigyázzatok, hogy mit mondtok, nagyon hallgatóznak, nagyon éberek, és mindent felvesznek. De most bocsánat, úgyhogy... ha a rádióban beszélünk egyébként, akkor nem mindegy, hogy itt van, vagy nincs. Na de a köztes megszólalásomban, igen, meg te úgyis csak egy ilyen homályos blőr leszel, úgyhogy... De én se járulok hozzá. Mit kell tegyek? Hogy egyszer oda kerüljek. Tulajdonképpen adásilag most én két blőrözött emberrel beszélek. Az egyik ugye egy másik csatornánál van, ha van, ne ki tudja. Három éve nem voltam, de semmi baj. Nem baj, ezért blőrözzétek ki nyugodtan, mindegy. Ajani meg nem járul hozzá. Én nem járulok hozzá, meg eleve egyébként, hogyha velem együtt szerepelsz most eleve a képernyőn, ez neked rossz omen, úgyhogy... Nehogy is, nem. Azt csak a rossz akarok mondták. Ja, az van, hogy te vitted el a balhét, vagy mi? Ja, megpróbáltuk ráverni. Igen, műsornak volt egy-két hibája, amit ki tudtunk javítani, és volt, amit nem ajánlott. Emlékezz csak vissza a legjobb pillanataimra. Igen, a műsor utolsó részében. Igen. Ja, gyerekek, hát megint kalandos volt a reggel. Megálltam egy benzinkúton, ahol nem tudtam tankolni, effektíve lehetetlen. Ki van írva egy D, illetve DH? Mi a DH? Tehát a dízel, és valami, az nem volt kapható a benzinkúton, illetve a D betű, és alatta volt egy pici H betű, annak viszont a csöve nem ment be az én, az én gázolajas tankomba, amit nem nagyon értettem. De miért nem hordasz magad a szűkítőt? De egyébként az kéne, vagy egy kanna benyel. Hát az a nagy méretű cső, az azért van, hogy a kamionos kolléga odáll, gyorsan meg tudja tankolni a autóját. Ennyi. Ja, és abból több jön ki? Igen. Aha. És az viszont a normál személygépjárműbe, az nem jó bele. Aha, egy kemény 2000 forintért akartam tankolni, mert annyi pénz volt nálam. Aha, arra meg sem mozdul a mutató. Meg sem múltbukat tankoltam 2000-re, nem mozdult meg a mutató. Úgyhogy egy olyan 35 km óta 0 km-t jelez a komputer. Úgyhogy mindegy. Nem tudom. Innen lehet, hogy tolják. Akkor a tankot, hogy annak az olyan lögyből valami, azzal mi még elmegyünk, hogy 4-500 kilométert. Hát a te autóddal is, hát az övével. Át tudod szívni. Igen. És ez azért volt, mert most forgatnak, hogy legyen valami izgalom a reggelben? Nem, egyszerűen nem értem magam. Átvettem a Wikitől ezt a, még van benne 10 kilométer, megyek. Tudod, a csajok csinálják ezt. Tudod. Ez a csontra szívom a tankot, nullára, nem ezt úgy. Bírom ezt a szlenget. Igen, Viki mindig csontra szívja a tankot. Hogy nem, tudod, a csajok csinálják, hogy nem, egyszerűen nem tankolnak, nem azt hiszik, hogyha még azt a 2000 forintot, ami benne van, azzal mennek, akkor többet spórolnak. Aha. Egyébként tök mindegy, hogy mikor teszed, így is úgy is bele kell tenni, nem? Tehát, hogy nincs különbség, és ezt átvettem. És ez az új szokásom, hogy még van 10 kilométer, még van 5, és reggel jövök rá, hogy egy napja nullát mutat a számítógép, ami azt jelenti, hogy pirosnál már így rángat néha egyet az autó, tudod, és már így nagyon félsz. Úgyhogy nem tudom, hogy fog ki, nem most megint kijutni. Hát, hogy nem jó mulatság, de nem tudom, miért csinálom. Biztos benne van az autódban a szervizkönyved, laposz fel, és nézd meg, hogy a tanknak hol van a kiömlő nyílása, és megpróbálod meg arra az oldalra dönteni a kocsit. Ja, vagy megemelik két hogy a fél tonnát, persze. Én nem tudok adni, nekem benzines. Hát ez a baj, igen. Egyébként lehet, hogy még van bent a szerkesztőségben abból, amit a kedves hallgatók hoztak annak idején. Ugye nekünk van Tarcsiba 5 liter benyánk és 5 liter dízelünk. Ez finoman tűzveszélyes, hogy az itt van egy éve. Igen, ezt nem mondjuk el senkinek. De valaki bejön dohányozni, hogy kicsit belobbanunk, akkor azzal úgy megvan az épület. Mondjuk, ha nem lenne baj, ha leégne, legalább akkor elköltöznénk. Meg nem veszi észre szerintem a tűzvédelmi felelős, hiszen rárakunk mindenféle papírokat, dobozokat, gyúlékonyanyagokat. Mindenféle gyúlékonyanyagot, igen. Na, de miért? Szóval, hogy ezt tényleg nem csináljátok. Féntagnál szoktam azt mondani, télvíz idején, jó, most még nem volt nagy tél. Télvíz idején? Nem volt nagy tél, mert most is van már 12 fok, de hogy miért hagyjuk? Érted, gyerekkel ülsz benne, és akkor megállítom akárhol, vagy kimentek, vagy a város közepén, meg neked ciki lenne tolni a Nagy Verdát. Hát nem, akkor azt mondja, azon leáll vészfilogó, tudod, taxi, mint valaki hoz egy kanna benyát, aki ott van a környéken barát, vagy akkor fogod a kis kannádat, és elkezdesz sétálni, mint Mici Mackó. Nem? Tehát, hogy ezt tudod csinálni, nem tudom, miért csinálom. Az pedig egy nagyon jó izolációs vádi gyakorlat lenne neked. Tologatnád itt a hízét a többtonnás autó. Jó, de nem, már írja valaki, hogy már megint tarhálok. Nem tarhálok, senki ne hozzon semmit. Jó, 10 liter gázolajon kívül abszolút semmit. Tehát tényleg. Ja, jó, de ezt igen. 10 liter gázolajon kívül semmire nincs szükség. Nehogy megálljon egy tanker. Semmire nincs szükség. Nem, megoldom, eljutok én a kútig, tehát tényleg drágák vagytok, nem kell elindulni, nem ezért mondtam.
Csak hogy milyen plusz kalandokat szerez magának az ember ideggel, és akkor izgulsz az, hogy most odaérsz, vagy nem érsz oda. De várj, és a másik, tehát volt a D, az meg nem működött. Fantasztikus, fantasztikus. Az egyik ki volt írva, hogy nem működik, a másik meg volt ez a D, és alatt egy kis H betű, és olyan nyílás volt, mint amikor nem tudom, hogy a repülőket tankolják, tudod, hogy megpróbáltam beleerőltetni, de teljesen, teljesen lehetetlen volt. Na mindegy, mi újság egyébként? Hogy telt a tegnap? Ja, hát nekem a reggelem jól indul, hiszen hozta a kötelezőt a Cleveland, a Toronto és a Charlotte Bobcats, úgyhogy... De mennyi, de mi fogadtál? 600 forintot nyertél? Vagy? És nyertem legalább 300 forintot. Nem, de mi fogadsz? Fogadta? Tényleg? Persze, persze. Nem, csak fejben, hogy mi lett volna, ha tette volna rá. Ja, hogy fejben és nyertél. Megint, igen. Általában én ilyen bátortalan típus vagyok. Fú, nagyon durva álmom volt, 4-esen volt a lottón, azt támadtam. Az és nem tudom, hogy mi volt az ötödik szám, mert össze volt gyűrödve a szelvény. Tehát, hogy úgy álltunk ott. De lehet, hogy megvan az öt? Úgy álltam ott, hogy nem tudom, hogy kiderült-e, hogy megvolt-e az ötös. Nekem most a múlt héten volt egy hármasom, csak az a baj, hogy a skandinávon 1200. Na, de hát az... nem is büszkélkedtél. Ne, hát igen. Ott mennyiből mennyit kell eltalálni? Ott 7-35-ből. Hát azt akkor miért nem mindenki azt játsza? Azt nem tudom. Hát, ötöt a 95-90-ből sokkal nehezebb, mint hetet a 35-ből. A skandinak a legjobb a az esélye. Igen. Hát igen. Matematikailag sokkal jobb, nem? A nincs rajta annyi pénz, B azért az se olyan sűrű, tehát igen. Nincs minden héten ott se hetes, hét találatos. Ettől még nincs az utcánkban 6 nyertes. Ott meg már viszont nagyon sok a szám valószínű, amit bele kell trafálni. Tehát a plusz kettő az viszont, valószínű nagyon sokat jelent. Mondjuk nem? Én még olyan szerencsejátékot, vagy szerencsejátékról nem hallottam volna, ami egyébként játékos barát lenne. Tehát, hogy arról szól, hogy a játékosok minél többet nyerjenek. Úgyhogy... Na, de vissza a négyeshez, mennyit fizetett? Nem tudom, hogy mennyi volt, mert az volt, hogy álltunk, és néztük a szelvényt, és már megtörtént a húzás, és én összehasonlítottam a szelvényemet, és emlékszem, hogy 4-es, 6-os, 10-es, 12-es, tehát ez volt a négy szám. De jó szám! Nagyon-nagyon primitív számok voltak, és nem tudom, hogy mi volt az ötös, és nem derült ki, hogy van-e ötös, csak ott álltam, és nem akartam elhinni. Viszont volt egy ilyen X, egy ilyen kis gyűrődés, vagy a szelvény, valami, tehát hogy nem derült ki semmi. Tehát és 4, úgy ébredtem föl, hogy nem tudom, 4-6-10-12. Ezt nem tudom. Hogy az nem jött elő, hogy most 5 találat, és milliárd, vagy 4, és akkor mit tudom én, 1,5 millió. Én és egy ilyen hiányérzettel ébredtem. Meg kéne játszani. Tehát ezek 10-12. Annyira jó számok, hogy még az 1-2-3-4-5 lehetne. Igen, ugyan, meg sok az esélye. 10-12, mi legyen az ötödik? Hát, legyen a 17. Nem lehet páratlan. Miért? Hát mert hát ez sor, gyerekek. 4-6, sor. Ez egy teljesen másik játék. 4-6-10, a 4 meg a 6 az 10-es, ugye? És 2x6 az 12. Na? Ja, jó, és a... Ja, szép matematikai megfejtés. Feri a számmisztika megszállottja. Hát de pontosan. Hát de valahol igazad van. Nekem ennyire nem volt zaklatott az álmom, én csak azt álmodtam, hogy hívsz, hogy hova bős van az a tettelet, a lottó szelvényed, mert úgy emlékszel, hogy ebből 4 megvan, és hogy hol az ötök, de egyébként a kocsi kulcsodat, a telefonodat és a mikrofonszívacsodat sem találod. Csak a szokásos, igen. Na a gyerekek, pedig jó lett volna, ha kiderül az álomból, hogy igen. Tehát, hogy már volt egy ilyen nagy beleélés. Akkor az új műsornak már neki se kezdtél volna. De csak másoljónak irattad volna ki ezt a fókuszanyagot. Igen. A gyerekek nem menjen le, úgysem megyek be. Igen, vagy megvettem volna az RTL-t. Majd 2 milliárdból még nem, az a baj, hogy abból még nem. Nem tudom megvenni. Menjünk 2 most? 2, ugye? 2,5. Valahogy úgy van. Így van. A rohadt életben. Hogy még egy álomban, még az álmodban azért még az ikont se kaptad volna. Jó, de azért egy részleget megvettem volna. Hát így van. Nem? Valamennyit felvásárolt, mint a büfi alsó részét, meg ott valamit az épületnek egy ilyen 1/10-ét meg tudtam volna vásárolni. Lehet valami saját gyártásod. Igen. Pont arról beszélgettünk reggel itt a fókuszos kollégákkal, hogy ki az az elvetemült, aki gyerekek hajnali 6 fokba bringával megy. Tehát pont azt nézzük, hogy azért ott van elszántság, nem? Tehát az kőkemények. Hajnali 6 fokban valószínűleg 4-ben indult, 6 mire odaér, bringával menni, az egy komoly elszántság. Hát csak mondom, ott van akarat, nem? Én itt szoktam felébredni valójában, tehát hogy amikor mondjuk ilyen megriadok a ilyen félőtt tájban, egyébként tényleg, tehát ennek a félőtt tájban otthon megriadok, és elindulok befelé, akkor az egy ilyen félálom. Tehát tényleg az ébrenlét és az álom határán vagyok. És amikor itt elérem a kerékpárutat, akkor ébredek, mert abban a pillanatban balra nézek, jobbra nézek, nehogy elgázoljanak. Mennek, mint a golyó, és egyébként azt mondom, hogy igazuk van. Sportosak, kőkemények, nagyon-nagyon jól tolják. De nem túlzás, ez kell. Ha 5-kor elkezd bringázni. Igen. A, B, szakad az eső és hideg van. Egyszerűen bementem egy ilyen bringaboltba, hogy adjanak valami nagyon jó ruhát, mert már ősz van, fázom, és mert mondta csávó, egy ilyen szolid, nem tudom, 30-valány ezer forintért kaptam egy széljacket, amit mondta, hogy aláveszel egy pólót, ezzel északi sarkot tudsz tekerni. Úgy kezdődik, hogy folyik be a nyakadon a víz.
Mert annyira izzad? Hát nem, hanem ja, hogy ha esik, esik az eső, lecsorog a sisakodról, befolyik a nyakadon a víz, és az végigmegy a gerinced mellett. Onnantól kezdve nekem jön, lehet bármilyen kabát, mert át vagy ázva alulról. Érted? Így kezdődik a dolog. És egyébként ezek a kollégák, akiket ma láttál, ő a -5-be is teker. De hogy tehát én értem a sport szeretetét, meg úgy az egészet, de hogy ugye most azt mondanák, hogy figyelj, Bali, kelj föl egy fél órával előbb, indulj el ringával, meglátod, mennyire egészséges leszel, azt mondja nekem, holnap dögöljek. Bocs, de kivel is mit keresel a szobában? Igen, egyrészt menj ki a szobából, kettő, hagyd el a lakást, hagyd el az utcát. Komolyan azt mondom, hogy nem. Tehát akkor inkább éljek, ameddig élek. Tehát jön egy kis manó, és azt mondja, hogy figyelj, ringával jársz még 50 év. De akkor viszont kelj föl 4-kor, vagy így ki tudja mennyi, de Uber 1-6-kor egy kocsiba. Nem manó volt, az egy másik lény. Jó, most de aztán pedig jó, jön egy manó, és egyre többen jönnek már, szóval nagyon fura lények. Jó, jön egy manó, egy egyszarvú, egy törpe, meg nem tudom. Aztán jön egy húfúr, berepülne a szobán. Hogy plusz 30 év, de minden nap egy órával kelj föl korábban, és mennyi bringával, de mindig télen-nyáron, aztán köszönöm, nem. Tehát, hogy ez valami, ez már szerintem valami olyan bizonyítási kényszer, ami káros, nem? Hát, aki ennyire akar bizonyítani, ott már valami, azt más fog elvinni. Hm. Nem? Lehet, hogy csak hát szereti. Igen. Tessék? Szereti. Á, ne gondoljuk. Nem szeretem. Á, nem. Figyelj, ha te hajnali fél 5-kor te bringára ülsz, ott valami bizonyítani akarsz a világnak. Ott van egyfajta zavaros önértékelés, hidd el. Tehát, hogy ott valamiről te... Bringás kollégák, bocsi! Te valamiről ott meg akarod győzni, vagy a világot, vagy saját magadat, vagy valakinek bizonyítani akarsz, az nem emberi. Tehát, hogy, és láttam tényleg decemberben is ilyen embereket. Aha. Azért azt, hogy nyomják. Kődurvák. Hát azt még te se csinálod. Nem. Micsoda? Van téli gumibringára? Nincs. De ez van egyébként, tehát lehet kapni ilyen téli mintázatú gumit. Igen, de hát ott azért már ugye, a tapadás is nagyobb, az már combos, kőkeménye. Tényleg, lakkalapal előttük. És akkor ilyenkor elkezdeni lealkudni, hogy akkor figyeljetek, bringával járok reggelenként, és akkor legyen 30, nem, legyen mondjuk 20 év, és akkor nem nyomom meg a riasztó. Nem hívom biztos, hogy legyen 15 éves kis motor. Oké, srácok, robogó plusz 10 év. Jó, ez a deal. Jó, és hogy takarodjatok ki a lakásból, az egyszerű is, a kecskés, meg a törpe, és mondják, hogy húzzanak el innen, meg a manó is. Egy motor, plusz 10 év. Kezet rázok a törpével, megsiroltam a kecskét ki a lakásból. Ebbe hajlandó vagyok belemenni. Mondjuk a motorosztaliról, meg a postások, meg a táviratosok tudnának mesélni azért, mert télen ők a mindenféle védőeszköz ellenére, ugye nekik ilyen speciális kis kesztyűk van is, meg a térdük előtt egy ilyen légterelő, hogy ne érje közvetlenül a hideg szél az ízületeiket, és még úgy is azért bele lehet rokkani egy picit. Tehát, hogy az is durva. Tehát motorral járni, az megint egy ilyen nekszesebb dolog. A téli kesztyű rajta marad a markolaton. Na jó, de gondolj, egyrészt nem tekersz, nem izzadsz meg, kettő rövidebb a idő alatt teszed meg ugyanazt a távot, tehát kevesebbet ülsz a hidegbe, tehát mindenféleképpen jobb, rosszabb, mint autóval, de a bringánál szinte minden jobb. Viszont nem? Gyorsabban tudsz vele menni a motorral, tehát a menetcél. Vagyis megfagysz, igen. Megfagysz és ledőlsz róla. Meg mondjuk, hogy ha te motorral járnál, akkor valószínűleg ugyanúgy kifújna a benzinet, mint a nagy autóból. Ez biztos. És akkor valószínűleg inkább egy ilyen tekerős változattal kellene járnod, vagy egy ilyen dongomotoros segédmotoros kerékpárral, vagy pedig egy jó kis babettával. A babetták voltak a tekerősek, meg a jávák, nem? Igen. Ugye, meg a régi jávákat is be kellett tekerni. Jó, de mondjuk ez nem arra volt kitalálva. Én például nem láttam még olyan kerékpárost, aki mondjuk a Tourt, a Girot, vagy a Vueltát mondjuk egy babettával teljesítette volna. Jó, hát nincs azzal van. Na nézzünk egy-két SMS-t, hogy mit jön a korai reggel a hallgatóink, vannak-e közlekedési hírek, kivel mi történt, hogy ébredt? Azt mondja, hogy ismerősöm Esztergom Győr távot tekeri le minden hétvégén. Ír a Tibi. A hétvégi tekerés azért az megint más. Fölkelsz, tekersz egy jót. Tehát én nem róluk beszélek, hanem a hajnali 4-es indulásról, amikor bringával mész. Van, akinek muszáj bringára ülni, mert az újságot ki kell hordani hajnalban, írja Andi. Oké, ez rendben van. Bringával gyorsabb, mint a BKK-val. Hát minden gyorsabb, mint a BKK-val szinte, nem? Tehát ez nem. Egyébként meg lehet, hogy ez az Esztergom Győr táv, ez az M1-esen van, akkor meg azért tényleg kemény. Az nagyon. Az igen, igen. Balázs, a gyártó úgy adja a gépkocsikat, hogy a felvillanó üzemanyag szintjelző lámpa után még 50 km tudsz menni normális körülmények között, írja Peti. Hát tök jó, ezért aggódom. Igen, mert a 60-nál vagyok. Abszolút tudom, hogy ez így működik, ezért is nagyon izgulok, hogy eljutok. Ezt már belekalkuláltam. Ez már bőven benne van, tehát 3 napja ég és nullát mutat a komputer, úgyhogy... Úgyhogy pont ez a baj, amit te is írsz, igen. Hogy takarj le valamivel, akkor nem zavar. Egyébként az kéne. Igen. Azt mondja, hogy igen. Ma ki tankolsz, igen, jó. Jaj, nem, már kezdjük el. Tegyük fel a tegnapi lemezt. Jó, nem, csak megírták, megírták. Gyerekek, egyébként elvittem, beüzemelt a Viki, csak mondom. De mi húzott meg bele?
csavarhúzót, vagy a... Nem, ezt a dokkolót. De, és dokkol? Tök jól működik, valahoz átalakító. Megőrülök. Még nem tudtam behangolni, de már valami szólt rajta, amit valami telefonról elindított. Valami szól. És milyen jó, hogy kaptad ezeket, mert a Viki legalább tud, mivel szórakozni. Merő haza tudta vinni. De ki is tudtátok kapcsolni, vagy ma is csak a felső szinten lehettek emiatt? Az nagyon hangos, nem merünk lemenni. E21-es M3-astól, 60-tól M31-es, M0-as nem esik, nincs köt, tiszta, jól lehet haladni, szép reggelt mindenkinek, írja nekünk egy hallgató. És Pécs Tejköd látótávolság 100-150 méter, ezt Roli bácsi küldte nekünk. Nem találom a vízilovakat az M3-ason, pedig mindenhová kiírták, hogy Hugo, szép reggelt. Atya, de jó. Úristen, köszönjük szépen, ez Jim Beam küldte. Ez egy olyan poén, amit csak egy bizonyos korosztályért. Hát a mikroszkop színpadon, akik ülnek, Ádám és Eva előadáson. Hát meg aki látta annak idején a Hugo vízilovat. Ja, meg aki a Hugo vízilovat látta, igen. Az egyik legtermesztőbb mese. Az hihetetlen nyomasztó, ugye a végén lemészárolják az összes vízilovat. És ugye nem is lehet, hogy a végén már az elején, igen. Kezdődik, hogy anyu, apu, hello. És ott maradt szerencsétlen Hugo egyedül, és hűz gyerekként, és nem hiszed el. Tehát csak a vért nem mutatják a izén a folyón, ahogy leúszik. És a cápák mészárolnak benne, vagy pedig a cápák ilyen kollaboránsok? És együttműködnek a megszállott csapatokkal? Nem, a vadászok nyírják ki őket. Igen, nem. De a cápák azok együttműködnek ja, velük. Utána van egy együttműködés. Milyen Némós így kezdődik egyébként? A Némóban ugye van a fiú bohóccal, meg a lány bohóccal. És a barrakúda kinyírja a teljes család. Megérkezik a barrakúda, a kislány már éppen szült egyébként, vagy hát nyomott ikrát, meg rátették a tejet. Nyomott ikrát. Szaporodtak, ez a lényeg. Erre megjelenik a barrakúda, és az egész családot felzabálja, apuci maradott egy darab ikrával. A gyerek tudod, így ült. Sokot kapott a tévét, mondom, Benny, hát ez csak film, meg nem, meg hát, de hogy hol vannak az ikrák, meg hol van az anyuka, és akkor 4 évesen magyaráz meg neki, hogy hát a barakuda bácsi finoman. Igen, beköltöztek finoman a barakuda bácsiba. Likvidálta, tehát ilyen bogyó és babóca, meg pompom szinten már kevés mese van egyébként, nem? És valamelyik nap ezt a krúdékat láttam. Láttátok ezt a krúdékat? Nyősember családról szól. Másfél órán nem, keresztül küzdenek az életükért, hogy ne halljanak meg. A gyerek beleőszült a moziba. De arról szól, hogy minden állat, minden madár, és mindenki, aki abban van, az őket akarja megölni. Másfél óráig harcolnak. Hát az élet harc. De hogy egy ilyen 6 perc békés nettó rész nincs benne. Csak az, hogy jön a dinoszaurusz, a madarak lezabálnak valakit csontvázra, be kell menekülni a barlangba, és utána el kell menekülni a földrengés elől, mert hogy jön a lába, ami mindenkit megöl, mert forró. Ja, ebben van az, hogy apuka átdobálja a családot. És ebben van, hogy apuka földobálja őket egy madára, átdobálja őket, leesnek a dzsungelbe, ott jön a dinoszaurusz. A láváig volt hiteles. Nem, menekülnek egy nagy állat elől, apuka fut leghátul, megfogja a családot, és földobja őket egy ilyen mamutra, vagy valamire a hátára, hogy a hátuk mögött lévő állata megmeneküljenek. Benni szerintem 8,5 éve töregedett a mese alatt. Konkrétan. A bogyós babocában ilyen nincsen. Hát nem, az egy picit más. Ott a legdurvább nyilván az, hogy bogyó családját összesöpré valaki. Körülbelül egyébként, de jó az. Na jó, van, hogy állunk játékkal? Nagyon szépen. Egy-egy. Igen? Egy-egy, és rövidített héten vagyunk, tehát nagyon össze kell kapni magunkat, 2 nyert játszma kell. Igen, pénteken nem vagyunk, ezt csak így említettük tegnap. De meg hétfőn se. Meg hétfőn se, két napot, igen, egy kicsit pihenünk. Utána meg kettel leszünk Ferivel egy hétig. Van. Illetve nem, mert lesznek vendégműsorvezetők is. De már most szólunk, hogy a Balázs majd visszajön utána. Így van, igen. Jó. De nagyon sok koktélt fog inni az egészségetekre. Igen. Nagyon másnaposan fog visszajönni. Nagyon sokat fog ránk gondolni. Rettenetesen sokat fog rátok gondolni, igen. Úgyhogy csak a hét van. Ha ma nyerünk, akkor nem vagyunk meg. Egyszer jön a pici, nem... Tehát ha ma nyerünk, akkor még mindig nem vagyunk meg, mert akkor holnap még 2-2 lehet. És akkor döntőjáték, vagy holnap dupla játék, vagy mit csinálunk? Uh-huh. Igen? Hát ha 2-2, akkor kell egy eldöntő. 3-1-re, ha megnyerjük, akkor oké. Okay. Jó. Oké, lehet jelentkezni játékra, SMS-ben, plusz friss közlekedési híreket külden nekünk. Aki bátor, szeretne kiállni, úgy érzi, hogy le tud bennünket győzni. Jelentkezzem. Jó, 6:30 van, pontosan jönnek a hírek, aztán itt vagyunk mi is. 3:47 múlt, pontosan 4 perccel. Hello mindenkinek, jó reggelt. Itt vagyunk. Hogy verjelek meg titeket, nekünk, Peti. De játszani is akarsz? Igen. Nem mindegy. Én Lajos vagyok, szeretnék játszani. Óvatosan menjen mindenki Martonvásáron, mert nagy a köd. Ez mi? Omlik a fal? Nem dűbelezték be ugyanis a kis nikecel lapokat. Jó magyar szokás szerint. És a szél letépte a ház oldaláról, és kezdhetik előről az egészet. És gyakorlatilag. És valószínűleg a vállalkozó már csácsá. Valószínűleg már csődbe ment, igen.
12 órás éjszakai műszak után is lenyomlak titeket. Gyerekek, ma mindenki nagyon kemény. Ma mindenki jó, a vérünket SMS-ben, akarja. SMS-ben bárki lehet kemény. Igen. Szólok Cegléd minden reggel munkába járás bringával. Ezzel nincs semmi baj, mondták a hangok. Bajra küldte ezt nekünk, köszönjük. Köszönjük szépen. Na jó van, akkor egy-egy van, tehát szerda van, nézzük meg, hogy ki a mai játékosunk. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, négy tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondold meg a választ. Halló, jó reggel. Halló, jó reggelt kívánok. Rita vagyok. Szia. Hello, Rita. Honnan hívsz minket? Hűvösvölgye. Hűvösvölgye? Már ilyen remete vagy? Melyik rész? Hát nem, Pest-Hidegkút. Pest-Hidegkút, Hűvösvölgy, igen. Csak Pest-Erzsébetről. Na várjál, mert most Pest-Erzsébet, meg... Onnan jöttem ide. Ja, azért, mert Pest-Erzsébet, ja, meg Hidegkút, az nagyon nem ott van, vagy Hűvös, hát, vagy meg Pest-Erzsébet. Hát elég nagy túra. Igen, mondhatni. Igen, és mit csinálsz most ott, ahova mentél? Kertészkedem, kertész vagyok. Tényleg? De ilyenkor? Hát nincs ilyenkor? Még nem. Majd nem tudom megközelíteni a munkahelyemet, bezárták az ajtót, nem tudom, hol a kulcs. De még nem kell dolgoznom. De még nem, de hát a kertész mit csinált? Ilyenkor nem kell metszeni, nem ilyenkor kell... Ilyenkor még nem, mi krizantinnal foglalkozunk. Picike, egész laborba állítottuk, össze csináltuk, és azt hozzuk ki. És ebből... Honnan hozzátok ki? Laborba csináltuk, Patrick csészékbe. Hát pontosabban üvegbe. De most nem férsz hozzájuk, mert nincs meg a kulcs. Nincs, de meg lesz. És most honnan zártak ki, a laborból, vagy a házból, ahova vinnétek ültetni? Üvegházba. Ja, az üvegházból. Ez a volt Rosmarink helyén van. Rosmarink, hát azt tudom, hát én tudom, ott mentél az úton, és föl jobbra a Rosmarink, az egy nagy gyerek. Igen, itt arra szóltam fölfelé. Menni kell fölfele jobbra, az ott van Hűvösvölgyön. Ja. Igen, egy Hűvösvölgyön, tudod. Már csak két üvegház van, inkább egy. Igen, tudom. Ez a Rosmarink Kft. Volt régen, igen, nagy virágkertészetük volt. Nagy. Igen. Sok üvegház volt itt. Itt van egy szomszédban egy ilyen gyógyszercég is. Hát ha van ott egy gyógyszercég is, az nagyon fontos. Ha egyedül, még egy kocsma is van, akkor... Igen, egyedül ott dolgozol? Ott van, van. Egyedül dolgozol most, vagy társaságban vagy? Hát most még egyedül vagyok, de többen leszünk. És mindig a Klassz FM-et hallgatjuk. Nagyon. Hát dübörög a Klassz FM. Nagyon. Helyes. Ez igaz. Jól van. Monixont is hallgatjuk, szeretjük a... Klassz a fenet. Na, hát most adjuk az ajándékcsomót, ne is játszunk, hagyjuk a fenébe. Jó, oké. Úgyis a szívem a torkomba dobog. Igen? Igen. Remélem a főnököm is hallja. Hogy hívják a főnököt? Ocskai Mária. Mária. De szigorú neve van. Mária. Meglöktük a krizantén bizniszt. Nagyon rendes főnök. Igen, most mit mondanál élő adásban, nem? Krizantémot csak a Hűvösvölgyből. Na jó. Sokat segített nekem nagyon sokat segített. Na jó, kivel szeretné játszani? Janival. Köszönöm szépen. Szerintem is jó választás. Szeretnénk nyerni. Nagyon helyes, hát dolgozz meg a Jani. Megverni. Hát fizikailag, lelkileg, testileg dolgozz meg keményen. Mi lakunk egymáshoz a legközelebb. Így igen. Ott. Szoktam arra járni, volt, hogy találkoztam vele. Komolyan? Mit csinálsz? Simán. Hol láttad? Metrón? Metrón. Átszázta magát baseball sapkában, volt? Elbújva? Elég, kiesett az újság, elaludt. Nem, már ne égessél már le. És csorgott egy picit a nyála. Kicsit oldalra dőlt a fejem. Picit oldalra dőltem, aztán meg előre, és utána pedig feküdtem, a földön, és az emberek átléptek rajtam. Nem sokan voltak a metrón. Aha. Oda mentél, csináltál úgy egy fotót, hogy beültél mellé, nem érdeztetek fel, hogy csináltál magadról egy fotót, nem volt ilyen? Nem raktál cíliket az orjukaimba? Gyufát a lábujjára, kicsit meggyújtani, nem? Azt szereti? Azt nagyon szereti, arra mindig fölébred. Jó, majd a legközelebb találkozunk akkor. Léci, ne. Igen. Akkor nyár legyen, nincs strandpapucsba. Jani, ha ezt nem nyered meg semmit. Igyekszem. Ezt hoznod kell. Megpróbálok hozni egy nagyon pontot. Muszáj bíznunk a Janiban, ne haragudj, úgy nem ellened szól, de egyszerűen ezt meg kell csinálni. Figyelj, ez vére megy nekünk, tudod, mi vére menő én nekem játszunk. Ajándékra. Igen, nekünk vére, neked ajándékra, igen, de
Marita, ne haragudj, de ezt meg kell nyernünk, jó? Jani? 3, 2, 1, fire! Itt vagy, Margit? Itt vagyok. Na, mit mondtál, hogy milyen virággal foglalkoztok? Krizantém. Krizantém. Az a Margit virág? Az nem. Ne. Az halottas. Én úgy emlékszem, hogy az a Margit virág. Az másképp néz ki. Aha. És mikortól kezditek ezt árulni? Hát attól függ, hogy van nyáron is, van egész évben. Aha, milyen színűek vannak belőle? Sárga, sárga van belőle, ilyen rózsaszínes, piros, és még? Aztán, hát lila. Lila, aha, jó. Kb. Ennyi. Hagymáról hajtatjátok, vagy van. Palántáról? Palántáról? Palánta, palánta. De most egész picike-picike Petrik, hát nem Petrik. És mindjárt felöltöttem magam. Aha. Petri csészé benne. Ah, Petri csészé. Rita! Meggyertem? Nem vagyok benne biztos. Nem vagyok benne biztos, mert szerintem az elején mondtál egy akkora nemet. Szerintem is, csak élmény volt hallgatni a játékot, és ezért nem állítottam. Hát, az volt az! Te rúgtörögtem végig! Majd legközelebb. Figyelj, Rita, nagyon drága vagy, meg nagyon cuki vagy. Az én a baj, tudtam. Hogy én is úgy hallottam, csak nem mertem beleszólni. Én nem mertem kimondani egészen. De ne, igen. Szerintem is ott az elején beledurrantottál. Jól mondom, Anna, mit hallottál? Nem, szerintem nem mondod jól. Az elején nem mondta ki, mert megállta. Tehát a M hang az nem hangzott el, de a végén most kimondta, mert azt mondta, hogy icike-picike, nem Petri csész. Tehát, hogy ott a Petri csész előtt kimondtad. Jó, tehát valahol kimondta. Igen. Annyira igyekeztem, hogy hozzam nektek a hetet. Mindent meg. Nem baj, majd legközelebb. Jó, figyelj, Rita, játsszunk legközelebb, jó? Nektek jó? Jó, nagyon kitartó voltam, már nagyon régen hívtalak. Régóta vártál? Igen, nagyon. Na, látod, ez bizonyítja, hogy azért előbb-utóbb valahogy mindenki bekerül, vagy így, vagy úgy. Jó? Jó, köszönöm szépen a játékot, az beszélgetést, már jó. Pozitív napon. És most már kimondhatod, hogy van fehér krizantém is. Van. Jó van, köszi a játékot, jó munkát. Van. Én köszönöm szépen a játékot. Vigyázz magadra, ciao. Sziasztok. Hello. Ő gyerek. Na, pörgött is, jó is volt. Szép vagy, Jani! Köszi szépen. Azért te is szenvedtél. Gyerekek, az évjátéka, az évjátéka. Ha valakinek kell Best of CD, ez rajta lesz. Nem rajtad múlt. Hát igen, egyébként meg kellett volna, hogy adjuk, de én is azt hiszem, hogy a vége előtt is kimondta néhány másodperce, meg az elején is kimondta, vagy volt ugye nem, de hogy nem, ne. Mert valaki azt mondja, hogy ne csináld már, az ugye nem kimondás, de valaki azt mondja, hogy ne, és utána, tehát az inkább, de a végén biztos, hogy kimondta. Na jó, hát leizzadtam. Hát ezt most nem hozod, Jani. nagy lett volna a baj. Na jó. Hallgassuk vissza az elejét, jó? Meg ugye az egész játékot igen. Nézzük, hogy a második nem az nem a játék végén volt, nézzük meg, jó? Lehet, hogy a játék vége után volt a második nem, akkor viszont hallgassuk vissza, hogy az első nem az mennyire volt nem. Tehát legyünk nagyon korrektek. Jó. Visszahallgatunk mindent, jó? Meg ígyunk valami rövidet is, jó? Vagy kettőt. Kettő perc van pontosan, 7 óra, jönnek a hírek, aztán jövünk vissza mégis. 7 óra, 10 perccel, hello mindenkinek, jó reggelt kívánunk, hello Jani, hello Feri, hello. Sziasztok. Jó reggelt. Drága Morning Show hallgatók, itt vagyunk, szerda van, ez a holdpont, ugye, mindig azt mondjuk, igen. A hét közepe, de ráfordulunk a hétvégére, és két nap, és itt a hétvége. Úgyhogy mindenkinek kitartás, friss közlekedés hír van elég sok. M3-as magyaródi kihajtónál mérnek a rendőrök, Furkótelep és Mohács között sűrű a köd. Furkótelep? Soha nem hallottam róla, de nagyon jó. Furkótelep és Mohács között sűrű a köd. Lassabban lehet haladni. Ez Dönci küldte nekünk, 61-es út, 68-as kilométer. Elakadt teherautó a kanyar előtt, Vagabondó üzeni, és az M1-esen a 45-ös kilométernél tejköd van, úgyhogy menjen óvatosan mindenki. Na, mi a döntés a játékkal? Mert hogy ugye volt egy ne, ami nem tudom, hogy most ne volt, vagy nem volt, és ugye nálam is volt egy hasonló hétfőn, azt akkor ugye elnéztük, tehát nem biztos, hogy egyértelműen ezt most még Rita elvesztette. Hallgassuk meg, jó? És akkor döntsön az ítélőbizottság, hogy mit adunk. Ez az eleje?
egyben van az egész. Az egész egy perc, nem akarom az egész egy percet még egyszer meghallgatni. Jó, én akkor gyilkos leszek. Én kinyírom magam, ezt még egyszer nem bírom meghallgatni. Jó, tehát akkor nézzük az elejét, oké? Okay? Eleje vége egybe. Eleje vége egybe, jó. Krizantém, az a Margit virág? Az nem. Az halottas. Itt nem mondta ki. Most egész picike Petrik, hát nem Petrik. Ott volt. Sajnos ott volt. Igen. De nem, ez meg nem időn túl volt? Nem. De? Szerintem miért igen. Le? Mert szólt a taps. Uh-huh. Szerintem ez viszont időn túl volt. Mert ott már megy, hallgass vissza a végét, hogy megy alatta a taps. Hallgass vissza, figyelj, megy alatta a taps. Figyelj. Ez az eleje. Ez az eleje. Meg kell hallgassuk újra, itt nem mondta ki, csak ne. Halottas. Itt nem mondta ki. Most egész picike Petrik, hát nem Petrik. És ott már ti szerencsejáték, effekt, taps. Gyerekek. Jó, akkor adjuk meg. Gyerekek, legyünk korrektek, szerintem ezt meg kell, hogy adjuk. Jó. Nem ellened abszolút, hanem hogy lement az idő, hidd el, nem szívesen. De hogy ezt meg kell adni. Hát, mi az, hogy ellenem? Miattatok nem ugye, is csinálom. nem tőled akarom elvenni, hogy te érdemeid egy csorbit, hanem megnyerted, vagy úgy tűn. Szerintem ez időn túl volt. Ha viszont időn túl volt, akkor legyünk korrektek, adjuk meg. Persze. Jó? Mm-hmm. Kicsúszott ő az idő, és utána rámondott egy nemet. Igen, de te már beleszóltál, már ment a taps, ez korrekt, ha megadjuk. Egy ilyen pörgős jó játékot ne verjünk szét ezzel, hogy... Jó, az vagyunk. Nem, csak azért mondom, a nemet nem tudom elfogadni, mert ugye hétfőn beleszálltam valami hasonlóba, amit egy nemről ne-re korrigáltam, azt viszont ki lehet mondani, hogy ne csináld már. Uh-huh. És van nekem is volt egy ne már. Ugye ott nem mondtam ki még az M betűt, de hasonló volt. Úgyhogy jó, megadjuk. Jó? Visszahívod Anna? Már ne adásba, csak hogy tudjon róla. Jó? Rita, hogy megadtuk akkor neki, így viszont 2-1-re vezetnek ők. Király! Bizonyám. Annyira nem király. Gratulálunk. Ha holnap megnyerjük, akkor 2-2, akkor kell még egyet játszanunk holnap. Hát igen, ha elveszítjük, akkor viszont 3-1, és akkor nagyon lapítunk, mert igen. Akkor viszont megint egy bukott hét. Nem, lapítunk, nagy lelkűek leszünk. Igen, de szerintem ez így korrekt a mai napra, hogy akkor ezt megadjuk. Jó, úgyhogy akkor 2-1 van. Most már ne írjon senki, hogy volt egy igenis. Persze, meg igen, minden más. Passzív volt. Persze, meg passzív volt. Megadtuk, jó? Na, egy kicsit komolyabb témával, nem sokáig, nem akarunk senkit megremiszteni, de néha azért szoktunk, meg szerintem kell is. Ugye szerintem sokan olvasták a Csepeli Torra tanár ügyét. És nem is konkrétan az ügyről akarok beszélni, hiszen ez egyfajta kirobbantója ennek a dolognak, hanem mindannyian szülőként ne adj Isten, előbb-utóbb megtapasztalhatunk valami hasonlót, nyilván remélhetőleg nem a saját gyerekünkön, de a környezetünkben, az iskolában, az óvodában, ahova a gyerek jár, ez megtörténhet. Most nem a saját óvodánkról beszélünk, hanem arról, hogy ugye mennyire kiszolgáltatottak a gyerekek. És te, mint szülő, ezt ugye honnan tudod észrevenni, milyen jelei vannak, látsz-e valami változást a gyereken, egyáltalán mi történik ilyenkor, ugye? Ez szerintem egy érdekes dolog, érdemes róla 2 mondatot beszélni. Ugye a Csepeli tornatanár ügye, ha valaki esetleg nem tudta volna, ugye tulajdonképpen arról szólt, hogy állítólagosan, hogy előzetesben van, hát be kell, hogy bizonyítsák, nyilván addig nem mondhatunk ítéletet, de hogy szexuálisan molesztálta egy Csepeli alapítvány iskola tanulóit, az a bizonyos tornatanár, és egyelőre meg nem erősített számok szerint az áldozatok száma jóval meghaladja a sajtóban elhangzott 4-et. De azt mondják, hogy egyelőre ezt még nem erősítették. Aha. Meg a hvg.hu-n van egy elég nagy cikk, ahol ezt írják. Na, meg az gyakorlatilag mindegy is, hogy 4 vagy 40. Tehát igen, tulajdonképpen mindegy. Igen. Ugye a lényeg, hogy 8 és 12 év közötti gyermekekkel fajtalankodott. Egy olyan tanár, aki ráadásul tette mindezt egy alapítványi iskolában. Ugye itt azért ez is nagyon-nagyon fontos. És hát ebben az alapítványi iskolában pont olyan gyerekek vannak, akik tulajdonképpen ugye hát hátrányos helyzetűek és segítségre szorulnak, ezáltal viszont hát nyilván sokkal kiszolgáltatottabbak, sokkal irányíthatóbbak, sokkal jobban félnek attól, hogy ha valamit nem csinálnak meg, akkor abból baj lesz. Tehát, hogy ugye ott még inkább működik ez a fajta reflex. Hogy hát én elolvastam a cikket, meg olvastam már, ez egész egyszerűen megdöbbentő, hogy szülőként ilyenkor nyilván az ember azon gondolkodik. A legfontosabb kérdés, hogy ugye nem tudhatod, hogy a gyereked ezt neked elmondja-e.
Mert lehet, hogy olyan megfélemlítés van bent a tanár részéről, hogy nem fogja elmondani a gyerek. Simán benne van. Tudom, most erre majd mindenki azt mondja, nagyon okos, hogy olyan kapcsolatot kell kialakítani, hogy gyerekkel mindent elmondjon, és igazad is van valahol. De most képzeld el őket, a szerencsétlen gyerekeket, akiknek egyébként is ányattatott sorsuk van. Jön még egy ilyen sztori, amikor a tanárbácsi azt mondja, hogy ha nem csinálod meg, vagy ha ezt bárkinek elmondod, akkor kikerülsz az iskolából. Akkor mit tudom én, mi történik. Érted? Így van. Na most ilyenkor hogy jön a szülő? És egyébként meg azt el akarom mondani, hogy ez az iskola egyébként utánolvastam elég sok helyen, tehát ez egy 91 óta működő, egyébként szenzációsan működő alapítványi iskola, tehát itt senki ne gondolja azt, hogy mi most magáról az iskoláról akarunk beszélni. Nyilván nem akarjuk rájuk húzni a vizes lepedőt, egy ilyen tanár volt, nyilván előzetesben van, több mint 400 tanulója van, és meghétszerezték a diákjaik számát. Ráadásul ugye a tantestület egy emberként döbbent meg a híreket, mert itt egy olyan tanáról van szó, akit a kollégák is másképp ismertek. Integráltan működhetnek általános iskolát, középiskolát, gyermekotthon, szakképzést adnak, tehát kiváló, csak az apropója az, kiváló az a munka, amit végeznek, és egyáltalán nem rájuk akarom most terelni a figyelmet, mert tényleg nagyon nagy dolog, amit csinálnak, főleg olyan gyerekeknél, akik rászorulnak és hátrányos helyzetűek, és nagy családosok vagy rossz anyagi körülmények között élnek, vagy esetleg etnikailag megkülönböztetettek. És ugye itt a lényeg tulajdonképpen az, hogy hogy tudod ettől te szülőként megvédeni a saját gyerekedet? Hogy elmondod neki előre? Most csak hangosan kérdezem, hogyha bármi ilyet tapasztal, amikor 8-10 éves lesz, megbeszéled vele előre, hogy egy tanár, egy mit tudom én, egy zsúrban, egy apuka, aki behívja a szobába. Hát ott hagyod a gyerekedet idegen családoknál, mert a két gyerek jóban van, nem? És azt mondod, hogy itt a buli, ide jövök 4-kor, elmegyek mondjuk 8-kor. Nem biztos, hogy a szülővel olyan jóban vagy, nem ismered, a gyerekek jóban vannak, látod, jó körülmények, eljössz, ott hagyod. Történik, ami történik. Hogy veszed észre, vagy ennek milyen jelei vannak? Vagy hogy tudod erre felkészíteni a gyerekedet? Vagy egyáltalán fel kell készíteni, vagy ha megtörténik, utána beszélni vele? Nem tudom. Szerintem ennek vannak másodlagos jelei. Tehát itt hangulatváltozások, pici, apró jelek, például, mondjuk most tényleg csak a példa kedvéért mondom, itt van ez a tornaóra. A gyerek nem akar bemenni tornaórára. Nem akar átöltözni, óckodik tőle, vonakodik, stb. És akkor ilyenkor azért nyilván a szülő rákérdez, hogy miről van szó. Miért? Miért nem akarsz bemenni? Fáj, fáraszt, rád szóltak, nem szóltak rád, a társaiddal van valami gond, vagy a tanárral van valami gond. Tehát, hogy a gyereknél mindig vannak ráutaló jelei. És főleg és akkor, ha mondjuk szeretett iskolába járni, szerette a tornaórát, imádta, szeretett magába az iskolába is bemenni, és egyszer csak történik valami. Tehát ott biztos, hogy van valami a háttérben. Lehet, hogy a gyerekek közösítik ki, de lehet, hogy egy ilyen tanári molesztálás. Én azt gondolom erről, hogy azt már el kell mondani egész korán, hogy van egy határ egy felnőtt meg egy gyerek között, és ha bárki azt átlépi, akkor ott te azonnal gyanakodj és gyere haza, és mondd el nekünk. Hát igen, csak kérdés, hogy ez ugye a gyermekbe hogy csapódik le? Ugye ez mindig nagyon érdekes, egyáltalán el akarja elmondani, szégyelli. Aha. Mi történik egy adott pillanatban? Honnan tudod, hogy a gyermeked áldozattá válik? Szóval, hogy ez egy baromi nehéz kérdés, nem? Például elviszed egy zsúrba, ott hagyod, és ott apuka mondjuk úgy dönt, hogy az egyik gyereket kicsit ő behívja magához a szobába. A gyerek bemegy, nem pontosan tudja még felmérni, hogy valójában mi történik a szobában. Megnyugtatja a szülő, vagy az egyik fél, aki nyilván rosszat akar veled, hogy ez teljesen természetesettől nem kell félni, a dolog megtörténik, nem beszélnek róla többet, ott marad egy nyom, nyilván a mentálisan, fizikailag, mindenhogy, mondjuk fizikailag nem, remélhetőleg nem, de egy mentális nyom. Kérdés, hogy ez okoz-e olyan változást, mondjuk egy lelkitörésen kívül, amit te észreveszel a gyerekeden? Vagy előre elmondod neki 10 évesen, hogy figyelj, vannak ilyen bácsik, vannak ilyen nénik, ha ilyet tapasztalsz, akkor azonnal szóljál. Szerintem 10 évesen már simán. És fölkészíted erre a gyerekedet? Szerintem hogy akkor, 10 évesen, akkor, igen. Mert ugye nem tudhatod, hogy hol fut bele. Elviszed egy délutáni edzésre. Ki tudja torrázni, teniszhez? Mit tudom én, valahova, ahol a gyerekekhez hozzányúlnak, segítik a mozgásokat, tehát bárhol lehetnek ilyen betegek, nem? Tehát te egyszerűen nem tudhatod. Mert nem úgy van, hogy csak velünk biztos nem, itt megint nem lehet ezt mondani. Hogy elmondod neki, hogy van ez a határ, ha ilyet észre szóljál? 10 évesen szerintem már egyértelműen kiderül a dolog azért, mert ugye egymás iránt is már elkezdenek érdeklődni, tehát ugye az első pici kis, hogy hívják, ilyen kis finom közeledések már megvannak, meg ezek a kis tini szerelmek kezdenek itt kialakulni, és nyilván, hogyha mondjuk egy felnőtt részéről valami hasonló közeledést tapasztal,
akkor az számára sem lesz normális. Tehát, hogy azt ő is furcsálni fogja. És szerintem elmondja otthon. Én azt gondolom, hogy egy egészséges szülő-gyermek kapcsolatban a gyerek részéről szűrő irányába két alapvető érzelemnek kell megnyilvánulnia. Az egyik a tekintély, a másik maga szeretet. Ez nem fontossági sorrend, de fontossági sorrend az nyilván szeretet és tekintély lenne. Tehát, hogy éppen ezért a gyerek el fogja mondani ezeket a dolgokat, pont azért, mert valószínűleg a szülőnek otthon nagyobb a tekintélye, egy egészséges kapcsolatban azt gondolom, mint mondjuk a tanárnak bent az iskolába, a szeretet az meg nyilvánvalóan a szülők oldalára billenti a mérleget. Tehát el fogja mondani. El fogja mondani otthon, vagy pedig tényleg a hangulatváltozásaiból kitalálhatod, hogy valami probléma van bent az iskolában. Igen, ez mondjuk érdekes kor, ez a kiskamaszkor, meg itt mondod ezt a tekintélyt, meg a szeretetet, hogy hány olyan sztori van, amit mi sem meséltünk el annak idején a szüleinknek. Nem ilyen sztori, hála jó Istennek, hanem hogy valami csibészséget megcsináltál, és inkább izé kussoltál róla, pedig tökre el lehetett volna mondani apának vagy anyának. Ugye az a kérdés, hogy a másik oldalról, itt például a tanár, a tesi tanár, mivel fenyegeti meg? Mivel tartja sakba a gyereket? Ha fenyegetésről van szó, mert egy másik oldalról ennek a dolognak nem beszéltük, hogy nem mindig fenyegetéssel érik ezt el, hanem pont azzal él vissza, hogy a gyerek szereti. És ráadásul ez sokkal neccesebb szituáció, mert hogyha egy olyan tanár közeledik felé szexuálisan, akit amúgy a gyerek szeret, akkor ott összezavarodik a gyerek sokkal inkább, mintha megfenyegetni és erőszakkal venné rá valamire. Hát igen, abszolút így van. Én nem tudom, hogy mi lehet a jó megoldás, csak elolvas egy ilyen cikket, és szülőként elgondolkozol, kicsit, hogy te jó Isten. Egyébként szerintem Németországban és Csehországban azért ezt nagyon jól csinálják, tehát ott ugye bevezették, hogy kasztrálás van, tehát ott ők azért ezzel nem sokat szórakoznak, nem konkrét fizikai értelemek, kémiai úton ugye megoldják ezt a dolgot, hogyha például valaki visszaeső szexuális bűnöző és esély van arra, hogy kiszabaduljon, akkor ők azt mondják, hogy rendben van, hát akkor te már több kárt nem nagyon fogsz tenni. Ebben. Én ezzel maximálisan egyetértek. Tehát az, hogy valaki ezért ül 3 évet, 4 évet, kijön a börtönből, és újra ugyanúgy újrakezdi, és nem tudod se kontrollálni, se ellenőrizni, ez nem megoldás. Tehát ilyen esetekben, aki gyerekeket bántalmaz, aki gyerekeket vesz rá erőszakra, aki gyerekekkel fajtalankodik, erőszakoskodik, teljesen egyértelmű. Teljesen egyértelmű. Tehát kérdés nem lenne bennem, hogyha döntéshozó lennék. Rendben, így van, szexuális bűnöző vagy. Visszaeső vagy, oké, na, hát akkor búcsúzzál el, és akkor szépen kasztrálunk. Most fizikai értelemben, kémiai úton, hogy oldjuk ezt meg, az teljesen mindegy. Hogy gyerek közelében ehessen többet. És kap 3 évet, kap 5 évet. Aha. És megold ezzel valamit. Egyébként ez egy betegség, ebből ők nem gyógyulnak ki a börtönben. Tehát senki ne gondolja, hogy ő egyébként kijön és azt mondja, hát meggyógyultam, de hogy gyógyultál meg, hát ez nem fogsz ettől meggyógyulni. Nem? Kasztrálás. Mit mondtok erre? Hát azt, hogy jó, ugyanakkor sajnos ez sem egy ilyen végleges megoldás, mert hogyha mondjuk ez nem egy nemi vágyból fakad, hanem valamiféle ilyen erőszakosságból, vagy más jelök devianciából, akkor ez nem megoldás. Az biztos, hogy egy olyan büntetés, ami már túlmutat mondjuk egy fogházon. Hát hol? Hát, persze. Hello, Júli, jó reggel. Jó reggelt. Beleszólnék, még pedig azért, mert hogy velem ilyen történt. Veled minden történt. Ez, jó, igen. Én nem mondod. Na, mi történt? Hát úgy látszik, én kislánykoromban vonzottam az ilyen fajta embereket. Ennek az esetnek a kapcsán én visszagondoltam, nekem 3 ilyen ember futott bele az életembe, akivel történtek dolgok. Engem nem erőszakoltak meg, de molesztáltak, és ebből az egyik például egy rokon volt, akivel 1 évig együtt kellett, hogy éljek. De ez hogy történik, hogy elmész egy vendégségbe, és behívott a szobában? Vagy átjöttek a rokonok, és akkor elvonult? Mekkora voltál? Hány éves voltál? Hát, lássuk csak, volt olyan 6-7 éves lehet. És erre tisztán emlékszel? Emlékszem, ha megvan tisztán. A rokon, ott 10-11 éves lehettem. Nem, 10 és fél éves voltam, amikor ott laktam náluk. Aha. És nekem nagyon-nagyon jó kapcsolatom volt édesanyámmal, tehát hogy nagyon kevés olyan viszony van szülő és gyerek között, mint ahogy én voltam az anyukámmal, mégse tudott róla, nem mondtam el neki. Tehát nem, na erről beszélek, igen, tehát hogy naivitás azt gondolni szerintem sokszor, mert a szégyenérzet, a gátlásosság, az, hogy te úgy érzed, hogy téged bántottak, és nyilván nem akarod elmondani, meg szégyelled, az erősebb, mint a gyerek szülők között az őszinte kapcsolat. Tehát, rengeteg olyan nő van, aki nem mondja el egyébként, hogy molesztálták, hogy szexuálisan bántalmazták, hogy megerőszakolták, mert sokkal jobban fél a megszégyenüléstől, mint attól, hogy ezt elmondja. Igen, meg egyébként, tehát az a fura, hogy egy 10 éves gyerek is pontosan átlátja azt, hogyha ő egy ilyen dolgot elmond, azzal egy lavinát indít el. Tehát azzal, hogy én elmondom, hogy ezzel a rokonnal mi történt, én nem azt a rokont fogom kivonni a képből, hanem azzal az egész családot,
azzal az egész kapcsolatrendszert. Tehát annak a rokonnak volt két gyereke, akivel én együtt nőttem föl. Akivel én nem akartam megszakítani a kapcsolatot. Akinek volt egy felesége, akit én nagyon szerettem. Akinek van egy testvére, akinek van egy nagybátyja, akivel még kapcsolatban vagyunk. Az nincsen, hogy én azt mondom, hogy én ővele nem találkozhatok többet, meg a szülők azt mondják, hogy vele nem találkozhatok többet, de egyébként a gyerekével meg majd összejárunk, meg a feleségével összejárunk. Tehát, hogy ezt egy 10 évesen is fel tudtam fogni, hogyha én ezt bedobom, akkor ott az a kapcsolatrendszer ott az elhal. És ez mennyi ideig tart? Egy éven keresztül? Egy éven. És mit csinált? Szóval ez is egy olyan fura dolog, hogy ugye miért nem beszélnek róla, azért, mert nincsenek rá szavait, tehát hogy nem nagyon tudod elmondani, vagy tehát azt mondom a lányomnak, 5 éves lányomnak, hogy punci, és elkezd röhögni. Tehát nem tudod hogyan elmondani azt, hogy mi történt veled. Egyébként ez se olyan dolog, hogy behív az öltözőbe, és valami megtörténik ott nagy hirtelen, ez viszonylag ritka. Általában ezek folyamatok. Aha. Tehát, hogy úgy magához édesget. Engem ölelgetett, puszilgatott, mindig akkor jött be, amikor fürödtem, és aztán abba csúcsosodott ki, hogy egyszer bebújt mellém az ágyba, és akkor elsírtam magam. Aha. És ettől megijedt, és kikelt mellém vele. Tehát ez volt a vége. Aha. És ez egy évig tartott? Tehát így szépen folyamatosan, fokozatosan. Igen, és egyébként nagyon érdekes, mert hogyha nem tudod elmondani senkinek, akkor megtanulsz vele vagy valahogy együtt élni. Tehát, hogy én például egy idő után elkezdtem arra figyelni, hogy nem maradjunk kettesben, hogy nem tudunk kettesben maradni. Uh-huh. Hogy tudok úgy felkelni, hogy mindig legyen ott mellettem valaki, hogy zárjam be a fürdőszoba ajtót akkor, hogy mikor menjek el fürödni, amikor nem tud bejönni. Aha. És neki ez alatt az egy év alatt mondtad, hogy ne csinálja? Csak a legvégén, amikor már... Nem, mert nem... Ott van egy ember, aki születésed óta ismersz, tehát... Aha, tehát nem ismered neki megmondani. Nem, mert ez egy ilyen kelletlen szitu, nem akarod őt zavarba hozni, mert úgy érzed, hogy neked kell pirulnod emiatt a helyzet miatt. Uh-huh. Tehát, hogy ebben ez a rémes, és hogy ezek a gyerekek miért nem mondták el, akik az iskolába jártak korábban, meg hogy miért nem borítanak korábban. Én ezt tökéletesen megértem, hogy nem. Mert azt a gyereket akkor kiemelik abból az iskolából, elveszít 28 osztálytársat, akiket szeretett, elveszít mondjuk 12 nagyon jó fejtanárt, akit szintén szeretett. Tehát, hogy persze, ezzel az emberrel így ezért megszakadt a kapcsolatod? Hát onnantól kezdve, hogy mi onnan, tehát nekünk kényszerűségből oda kellett költöznünk, aztán utána el tudtunk onnan költözni, és igen, utána igen. És akkor már ilyen családi összejövőkkel sem nagyon futottatok össze, vagy ilyesmi? Nem, hála jó. Felnőtt fejjel. Nem. Aha, és te egyébként őt szembesítenéd utólag ezzel a dologgal? Nem merném, vagy nem tudnám. De tudod még, hogy van? Felnőtt nőként sem merném elmondani. Nem, én ettől a szituációtól félnék, én nem tudnám ezt az arcába vágni, én nem szívesen beszélgetnék vele erről, hogy te hogy volt az. Elevenítsük már fel, hogy tényleg azt te hogy. Nyilván tagadná, nyilván nem ismerné el, nyilván igen, sok minden ebből nem derül le ki, maximum a saját magad megnyugtatása. Hát meg a szégyen, amit mondtál, hogy én ezt anyukámmal lehet, hogy le tudok ülni, megbeszélni. Elmondom valahogy, kézzel, lábbal elmagyarázom. És akkor azt mondja, hogy oké, akkor tegyünk lépéseket, menjünk el a rendőrségre, ahol nem fognak megelégedni azzal, hogy én elmondom a kis történetemet, hanem rá fognak kérdezni a dolgokra, a részletekre. Nem akarod elmondani. Meg persze. Hol puszilt meg, mit mondott közben, suttogott, mit csinált a kezével, és a többi. Ezek már olyan részletek, amikről én nem akarok beszélni. És főleg idegen embernek nem akarok beszélni. És főleg még egynek, és újra is újra. Igen, ez abszolút jó, hogy elmondod, mert szerintem is ez a lélektana egyébként. Tehát, hogy én ettől félek, én elolvastam ezt a cikket, és pontosan ezt gondoltam végig egyébként, hogy nagyon jól leírod, nyilván sajnos pont azért, mert megtörtént, de hogy tényleg a gyermekben ez zajlik. Tehát nem az, hogy hazamegy és elmondja, hanem elindul egy ilyen magambafordulás, bezárás, és egész egyszerűen megpróbálja valahogy belül földolgozni, és minél hosszabb ideig tart, annál jobban szégyeli, ami történik, és annál kevésbé akarja elmondani. Ami egyébként meg, hogy magamba fordulás, meg hogy mennyi jele van ennek, szerintem nem feltétlenül olyan égbe kiáltó jelek ezek, hogy egy szülőnek ez feltűnjön. Igen, ráadásul ott vagy a szülő, hiszen neked, ugye, tehát hogy a szülő milyen kapcsolatban van azzal, akivel történt, ha a szülő, ne adj Isten, még mondjuk a rokonpártyán áll, vagy nem hisz a saját gyerekének, hogy azt mondja, jaj, kislányom, dehogy is, ne beszélj butasságokat, túldimenzionálsz valamit, mert ugye ő csak jót gondol a rokonról, vagy nem gondol egy beteg állat él a közvetlen környezetében, akkor ugye megint ott vagy egyedül hagyva, megint nincs szülői segítség, megint azt gondolod, hogy nincs kinek elmondani. Ezért egy baromi nehéz helyzet ez. És még valamit egyébként, ugye nagyon sokszor mondjátok ti férfiak azt, hogy
ha ilyesmint kapnám bárkit, aki hozzányúl az én lányomhoz, hát én elásom a kert végébe, kibelezem akármi. És nekem nagyon sokszor volt bennem az a félelem, hogyha ezt apám vagy anyám megtudja, az felvesz egy kést, elmegy és átvágja ennek az anyának a torkát. Igen, ez egy nagyon jó gondolat egyébként, mert sok helyen például, ahol egy kicsit karizmatikusabb családapam, vagy családfő van, aki ráadásul egyszer-kétszer mondjuk így a tévénézése közben, miközben lát egy ilyen hírt, így nyilvánul meg, akkor a gyerek elkezd félni, hogy úristen, mi lesz akkor, ha elmondom neki, mert. És pontosan ez volt, hogy én nagyon sokszor mérlegeltem azt, hogy mekkora traumát okozna nekem az, hogyha apámból vagy anyámból egy gyilkos lenne, és emiatt őt meghurcolnák, börtönbe zárnák. Tehát mérlegelnem kellett, hogy melyik volt nagyobb trauma, az, ami történt, vagy esetleg az, hogy az én életem szétesett. Vagy ami történt, persze. Igen, te mit adnál? Kíváncsi vagyok, hogy te, hogy én azt mondom, szerintem egyértelmű, tehát a csehek és a németek azért ezt jól csinálják, egyre több amerikai államban is veszik át ezt a kémiai úton való kasztrálást, tehát nem tökölnek, tök igazuk van. De te mondjuk, aki átélted ezt, szerinted mi a büntetés, vagy te mit adnál nekik, vagy mi a jó? Én az a baj, hogy nem derül ki. Már hogy érted, hogy nem derül ki? Az, hogy az esetek tehát ennek a rokodnak például. Tehát ha most dönthetnél arról, hogy mondjuk 20 évre menjen börtönbe, 15 évre menjen börtönbe, levágják neki az egyik kezét, vagy a másik kezét, tehát hogy mi lenne? Elég lenne neki egy év is a börtönbe, egy csak akkor azt úgy lök éppen, hogy akkor hogy tudják, hogy mit csinált. Aha. Állítólag az ilyeneket ott nem nagyon. Igen, a börtön hierarchiájában ezek az emberek a legalján vannak. Nem tudom, hogy vigasztalni a szülőként. Szóval, hogy értem, de hogy ugye szülőként nem tudom. Még azt se, ha kasztrálják, tehát nem tudom, hogy mi. És nyilván te is így gondolsz, hogy ha hozzányúlna a saját gyereket, ez nyilván megölöd. Tehát, hogy tényleg mit csinálnál, hát akkor hazajönne a gyereked, és elmondaná, főleg, ha mondjuk egy kislány, de a fiú ugyanúgy, mert itt is voltak fiúk, tehát nem csak kislányok, hogy fogdostak, molesztáltak, és valami történt. Hát nyilván bemész és meg akarod ölni, persze. Nem? Tehát, hogy nagyon-nagyon nehéz. Csak elvárnám, szerintem nem tudod meg. Az a baj, hogy elvárom, vagy szeretném, hogy legyen olyan akkora bizalom, olyan viszony a gyerekem is közöttem, hogy elmondja ezt. És igen, és hogyha elmondja, mit csinálok? Tehát azt mondom, hogy a férjemet hat lóval se lehetne visszatartani. Tehát ő addig menne, felhajtaná és kinyírná. Tök mindegy, hogy hány évet kap a bíróságtól, ő megölné ezt az embert. Mi van azzal megoldva? Semmi. Konkrétan tönkre megy az életetek, igen. Úgyhogy ez ezért nagyon-nagyon... Ez nehéz kérdés, persze. Jó, nagyon sok hozzászólása, meg nagyon sok SMS. Jó, érdekes, szülők írjanak, kíváncsi vagyok, hogy mit mondanak, vagy ők voltak-e már ilyen helyzetben, mit mondanak a saját gyereküknek, fel lehet erre készíteni egy gyereket, vagy ha ne adj Isten esetleg történt konkrétum, akkor azt is nyugodtan küldjetek SMS-ben. 7:30 múlt pontosan, 3 perccel jövünk a hírek után. 7:45 lesz pontosan, 2 perc múlva. Hello mindenkinek, jó reggelt kívánunk! Itt vagyunk egy kicsit komolyabb témával, kezdtük a ma reggelt, mindenféleképpen érdemes róla beszélni, és Júli is elég megdöbentő történetet mondott el, ugye a csepeli tornatanár ügyéről beszélgetünk, de hát ez csak a kiváltója, vagy a kirobbantója ennek a dolognak, amiről elkezdtünk beszélni, ugye nyilván mindannyian szülőként az ember sokszor gondolkodik azon, hogy ilyen cikket, ilyen hírt lát, olvas, hall, hogy mi a fenét tud csinálni, hogy tudja megvédeni ettől a saját gyerekét, hogy tudod erre felkészíteni, hogy tudod ezeket a dolgokat neki elmondani, egyáltalán tényleg erre trenírozni, hogy ez bármikor a lehető legváratlanabb szituációban megtörténhet, hogy valaki zaklatja, vagy molesztálja, vagy csak az ölébe ülteti, simogatja, olyan helyre nyúl, ahova nem kéne, és a gyerekben már az traumát okoz. Nem beszélve arról, ha mondjuk ez hosszú ideig zajlik. És Nyuli elmondott egy nagyon kemény történetet, ami pontosan azt bizonyítja, hogy a legtöbb gyerekben, meg azt hiszem talán felnőttekben is működik ez a fajta önvédelmi reflex, hogy nem mondod el, egyszerűen magadba zárod és megpróbálod feldolgozni a család, meg azon emberek érdekében, akik mondjuk körülötted vannak és szeretnek. És nagyon sok SMS jön szülőktől, sajnos saját tapasztalat is van, illetve hogy ki mit tenne. Engem az édesapám zaklatott, nem tud róla senki. Meghalt egy éve, de sose bocsátom meg neki, írja egy hallgató. Nagyon sokan írják, hogy a saját szülő, tehát hogy apa leginkább egyébként nyilván ugye anyák ritkábban, nagyon-nagyon sok ilyen SMS jön. És azért föltelmes ez a dolog, mert ilyenkor a gyerek aztán végképp a sarokban van szólítva, hiszen nem tudsz mit. Ugyanakkor szereted bántani, nem akarod elárulni, nem akarod rosszat neki, nem akarsz, tehát ez egy nagyon-nagyon összetett dolog. USA-ban a szexuális zaklatások felkerülnek egy térképre, ez egyébként tényleg valóban így van, bárki megnézheti online, ezen kívül nem költözhetnek bizonyos zónákba, iskolák környékére. Az online adatbázisban minden költözésüket és utazásukat regisztrálniuk kell. Ha valaki például ingatlant vásárol, az első, hogy megnézi a térképen, hogy olyan házat válaszol, ahol a környéken nincs szexuális zaklató. Ez nagyon jó megoldás. Hát igen, fejlettek ebben, próbálnak védekezni, igen.
Nekem is van gyermekem, és most érdekes dolog történt, az ilyen hírekről én is megijedek és felháborodok, most viszont a Gyuli mesélt erről, elkezdtem remegni, ráz a hidegkönyvbe lábadt a szemem, hogy így elmeséli sokkal megrázóbb. Kis kakas küldte ezt nekünk, köszönjük szépen. Engem édesanyám egyik munkatársa molesztált, én szóltam a szüleimnek, de ők nem hitték el. A másik tipikus. Igen. Igen, nem hiszel a gyereknek. Hogy nem hiszed el, amit mond, igen. Azt mondták, csak képzelődöm, meg kitaláltam. Kati írta ezt nekünk, ez is kemény, ugye, hogy a szülő hárít. Simán azt mondja, jaj, dehogy, sokkal könnyebb. Nyilván ezt az egyszerűbb utat választják, ez is megdöbbentő. Ugyanakkor meg itt egyértelmű a szülő felelőssége, tehát minden ilyen dolognak utána kell menni, mert nem, tehát hogyha ha még az derül ki, hogy tényleg a gyerek lódított, akkor is nem vonhatod nyíltan úgy kétségbe az ő szavajelhetőségét, hogy nem jársz utána. Hát ha csak nem egy olyan rokon, akivel naponta összejársz és söröztök, és fogalmad nincs arról, és mondom, hogy beütetett az ölébe simogatott, jaj, de hogy simogatott, hát mit tudom én, mert nem tudsz a szexuális ferdüléséről, és nem tudod, hogy ő egyébként erre gerjed, nem? Tehát, hogy és jobban vagytok, mondjuk ne Isten például barátod, vagy tényleg családtag. Tehát, hogy azért ez... És van egy felnőtt, aki állítja, hogy én soha ilyet, soha, nem? Persze. És van egy gyereket, egy 8 éves gyerek, igen. 8 éves, hát tudjuk, hogy néha ízé füllentenek a gyerekek, biztos ez is valami nem adott neki csokit a múltkor. Marha érdekes, hogy ez a dolog, mert lehet, hogy azért, mert érzelmileg nyilván nagyon elfogult vagyok, de én nem adnék egy felnőttnek semmilyen semmi, szinten igazat. Nyilván nem. Tehát, hogy egyértelmű lenne, hogy én a gyereknek hiszek, addig, amíg nyilván ki nem derül esetleg az ellenkezője a dolognak, de a gyerek szavaz ja. Fontosabb nekem, hogy mint nem. Egy felnőtté. A saját nagyapám molesztált, írja egy hallgató, fiú vagyok, 7-10 éves voltam, soha nem mondtam el, mit csináljak, dobjam fel a saját nagypapámat, kérdezi a hallgató. Egyik szülőm apját feketítse be, ugye ez is jó kérdés, Júli pontosan ugyanennek a lélektanát mondta, hogy ez valóban így zajlik, igen. Én apa vagyok, levágnám az ilyen ember mindenét, nem teljesen így. 17 éves volt, amikor apám molesztált, akihez lejártam hétvégente, és amikor ez megtörtént, hétfőre viradóra egyébként felakasztotta magát. Anyám a mai napig nem tudja, csak a páromnak mertem elmesélni. A Julinak abszolút igaza van, én is így jártam, a mai napig nem tudja az anyukám, mert nem mondtam el neki, tudom, hogy ebből tragédia lett volna, a mai napig elítéli a gyermekmolesztálást, 8 éves voltam, 30 év telt el azóta, és senkinek nem említettem. Tehát, hogy hányan vannak így köztünk, nem utcán, villamoson, melletted, munkahelyen, akik hordoznak egy ilyen titkot, és nem tudnak róla beszélni. Nagyon, ez a megdöbbentő. Nagyon érdekeséget, ugye belegondolom, hogy ebben az esetben a látszatot védik a valóság helyett. Tehát, hogy nem akarnak összetörni egy olyan képet, ami nem a valóság. Igen, nem. Meg hát igen, persze, saját magadat is védett, igen. Volt barátnőm, molesztált a pici korában a nevelőapja, csak nekem mondta el, nem merte senkinek, másnap az anyjának sem. Most új baba született, de az öreg dolgait a mai napig nem tudja senki. Igen, engem a nagyapám molesztált, nagyanyám tudta és hagyta, hogy otthon neki nyugta legyen, írja. Szintén hogy ne hívjuk. Igen, totális tisztelet a hölgynek, aki elmondta, hogy egy Júli volt egyébként, ezt Richelieu ő írta. Szóval a helyzet kemény. Igen, muszáj erről mindenféleképpen beszélni, meg minden szülőnek erre készülni, meg felkészíteni a saját gyerekét, hogy sajnos ez bárkivel megtörténhet. Jó, köszönjük szépen az SMS-eket. Lezárjuk ezt a témát, ennyit mindenféleképpen akartuk vele foglalkozni. Játszunk valakivel, jó? Óven bácsival és Berulénivel játszunk már is. Óven bácsi és Berulén. Nem gond, ha nem vágod a párologtatók bináris nyelvét. De ha jó a fület, kitalálhatod, mint dúdolnak a buckalakók vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni, a párafan csalogányai. Halló, jó reggel! Halló, sziasztok! Szia! Hello, fú, eltűntek az adataim, mert nem, itt vannak. Peti vagyok. Hello, Peti, igen, Peti, hello. Honnan hívsz minket? Újpestről. Te is? Mindenki? Én is. De rendelő mellett szintén, vagy hol? Nem, én a Megyeri út környékén. A gyönyörű Megyeri, Istenem. Így van. A gyönyörű Megyeri út. Igen, meg nem is volt megadásra. Úristen. Igen, Peti, de rosszul mondtam valamint. Peti, mit csinálsz éppen? Hát én lekvárt főzök. Na jó. Egy férfi, aki lekvárt főz. Bocsánat, február, miből? Baradból, természetesen. Nagy. Hát, hogyha most el kellett volna kezdenünk találgatni, ez lett volna kb. Az utolsó előtti lekvárt. Figyelj, és ez valami Mirelit barack, vagy üvegházatok van, vagy ez honnan sikerült most neked? Fagyasztott barackból főzöm most lekvárt. Aha, picit későn riadtál. Ja. Igen, három hónap csúszásban, mert ezt mondjuk szeptemberre friss barackból is meg tudod csinálni, de tetszik ez a fajta hozzáállás, ez jó. Most fia, nézzük itt az okokozati összefüggéseket. Miért? Túl sok barack volt elromlott a fagyasztó, félsz, hogy megromlik, megkívántad. Mi az oka, hogy most kezdtél? Hát nekem ez a munkám.
Ja. Te egy hivatásos barackfőző vagy? Te egy, egy lekvár üzemben dolgozol? Hát nem, egy cukrászmagyarban. Hát és lefagyasztott lekvár, lefagyasztott barackból. Mi? De mi? Hát az ti fagyasztottátok a barackot? Tehát, vagy ez ilyen mirelit? Nem, ez így van. Ez egy mirelit barack, zacskós? Uh-huh. Aha. Uh-huh. És mi lesz belőle? Köves torta? Azt nem tudom. Bármi. Ja, bármi. Ez a munkafeladatod, hogy egész évben lekvárt főzöl? Tehát mindig jön valami, és egész évben te ott állsz, és napi 8 órában lekvárt főzöl. Aha, így van. Aha. Azt a mindenit. És szereted így? Még van benne kihívás, hogy szeretem, új ízek. Viszont vannak amúgy új ízek. Van diabetikus lekvárunk. Viszont ez a kis megjegyzésed, hogy, hogy bármi készület belőle az engem, mint a cukrászipari termékek nagy rajongó, hát nem nyugtat meg. Bármi. Hát amire felhasználják. Lekvárnak indult, ki tudja, mi lesz belőle, tudod? Tehát, hogy valami lesz. Uh-huh. És mi a munkafolyamat, hogy most mit csinálsz éppen? Hát most jöttem be nemrég, előkészítem a dolgokat, aztán megfőzöm. Jó. Hát hány litert nyomsz egyszerre? Hát egy 500 kilót. Azaz. Na. Én baromi nagy üstbe kevered egy nagy főzőkanállal. Így van, így klasszik. Van. Aha. Tehát nagymamák csinálják kicsibe, te pedig ezt nagyban. Na jól van, mutatjuk, mit csinál Lóven bácsi Berulini. Jó, figyelj! Háború van a galaxisban. Megint zűr van. Kitört. Elmentek az Olderára, csatlakoztak a felkelőkhöz. Egy laza birtokvita. Igen. Mutatjuk, mit énekelnek, figyelj! Jó! Hát ez egy Lady Gaga. Így van. Ez nem volt nehéz. Hát ez nem. Gágá olalá. Ezt azért is tudom megfejteni, hogy ahogy előtte van. Gágá olalá. Lady Gaga. Gágá olalá. Igen. És közben megy a csillagközi harc a galaxisban. Peti, gratulálunk. Van egy ajándékcsomagod. Mindenféle Klassz FM-es Morning Show-s kis szépséggel. Jó? De és még plusz ajándékod is van képzelni. Na. 400 kiló szalicír. Igen. Van klassz kis ajándékod. Figyelj, Peti, mi a jó lekvár titka? Mit kell jól csinálni? Mik üzemszerűen főzöd, az más, mint ha valaki otthon csinálja, de van valami olyan titok, amit el tudsz mondani, és nem tudom, hogy mindenki jó lekvárt főz? Hát nincs, mert akkor nem a mi lekvárunkat vennék majd. Na menj a felnévbe. Így se tudjuk, hogy melyik az, mert nem mondtál márkát igazából. Hát nem akartam. A szeretet a titka. Igen. Mondanám, hogy a friss alapanyag, de hát ez nálad nem igaz. Igen, ez nálatok is. De azért időszakosan friss az alapanyag. Hát persze, ha idénye van, akkor igen. Figyelj, tényleg úgy lehet még jobb, most is nagyon jó vagy, de még jobb úgy lehet, hogyha a leendő unokáidra gondolsz, mert a nagymamák lekvárja is attól finom. Bizony. Van olyan gyümölcs, amiből nem csinálnak lekvárt. Miért? Miből? Melyikből? Hát például a görög dinnyéből sose ettem még dinnye lekvárt. Miért nem csinálnak? Túl nagyom a víztartam. A víztartam, és nehéz befőzni. Sárga dinnyét főztem, köszönöm, 2 évvel ezelőtt. Sárga dinnye lekvárt? Csak gazdaságtalan. Nagyon gazdaságtalan. Tehát 10-ekkor a sárga dinnyét megvesz, és lesz 2 üveg lekvárt. Nem túl jó. Hát víz. Gyakorlatilag 80. Lefőzöl 40 kiló dinnyét, és akkor utána pedig egy kis kanállal, hoppá, itt a kis dinnye eszencia. És mi ez? Ez nem túl jó. Oké, Peti, küldjük az ajándékcsomagot. Rendben, köszönöm. Ciao, hello. Na jó, van egy trafink a 4-esen, a 175-ös kilométernél Püspökladány Budapest felé. Püspökladányról Budapest felé, gondolom. Gondolom. Ezt Biga küldte nekünk, köszönjük szépen, és a Moszkva téren a Kentucky előtt egy busz ütközött autóval, egy sáv járható, ezért nagy a dugó, a Margit körúton, ez pedig Gábor küldte nekünk. Köszönjük szépen. Ha van friss közlekedési hír, várjuk, jó? Hogy valamit küldjetek. Valaki azt mondja, Puffin lekvárt főzön. Mi volt? Kincs, ami nincs? Igen, ilyen, azzal indult el ugye a világjáró útjára. Csak a Puffin lekvár adhat mindent legyőző akaratot és elszántságot, hogy volt? Igen, aztán az út elején már dobált kifele. Igen, megszabadult, de mert csinálta a krumplis halat, vagy hagymásba volt. 5 perc, pontosan 8 óra jönnek a hírek, aztán itt vagyunk mi is. 8 óra múlt 9 perccel, hello mindenkinek, jó reggelt, Jani Feri, hello, jó reggelt. Sziasztok, jó vagytok, jó vagytok. Jaj, de jó. Fantasztikus volt a kávé, jó a levegő, jó az idő. Jani, te jössz? Még kevésbé egyik sem igaz, amit mondtál. Hát tulajdonképpen lehetne hó is. Tulajdonképpen lehetne minusz 10 fok. Lehetne is, lehetne ciklon is, lehetne tornádó is, de nincs. Tulajdonképpen az egész várost elsöpörhette volna már a rossz idő. Igen. Gyerekek, hát amennyire szép idő volt tegnap, annyira szörnyű ez a mai nap.
viszont március 10-ig kicsit talán bátor az előjére jelzés, de olvasom, hát ez nagyjából szerintem ennek itt a vége. Mármint, hogy így a tél szempontjából, hétvégére 12-13. Ennyi. Vagy még egy március végén? Na, csak nem, még ne. Valami egy nagy fuvallat még ne. Lesz, valószínű. Március végén kapunk még valamit szerintem. Havazott itt már áprilisban is, csak mondom. De, hogy ne, hogy ne. Na, áll a felüljáró, ahogy kinézek. Így vagy van. Ez csak a szokásos? Ne, az... Pont rálátnak a stúdióra, és ez nekik nyilván élmény. Picit lassítanak, beintegetnek, mi visszaintegetünk. Egyébként tényleg, ha valakit elmegy, az pont lát minket, azon gondolkozom, hogyha gurul lefelé már az ülőjúti felüljáron, várjál, most megnézek egy arcot, hogy nézze valaki jobbra. Legyen aha. Az, hogy a Laci félmeztelen jobbra nézett, az ablakon. De csak ha áll a forgalom, akkor nézzetek jobbra, de most komolyan, tehát hogy így haladás közben ne nézelődjünk. Nem tak. Szeretnék okozói semminek. Nem néznek jobbra. Okozóinak lenni semminek. Néznek? Igen. Csak óvatosan most nézzetek jobbra. Most megállt, astafelüljár ott áll. Igen. Ne telefonálj. Nem, túrja az orrát. Túrja az orrát. Fehér autóban a felüljáróban túri az orrán. Igen, te. Vagy ezüst? Vagy ezüst, igen, kösz, igen, finoman. Vagy ezüst, szép, kösz. A fehérre. De diszkrét voltál. Egy fehér autóban, vagy ezüst? Jogos, igen, kicsit koszos az ablak, meg a szemem se a régi már, igen. Budai alsó rakpart Margit híd előtt elesett, az Árpád hídtól áll a sor, ezt Fetszó küldte nekünk. Őrsvezér tér felé a Fehér út katasztrofálisan torlódik, Kizőni Gábor. M7-es értől kifelé hatalmas köd, de jól járható. Ezt Massa küldte nekünk. Megint itt fut át egy csávó mezitláb rövidgatjában a Margit hídon. Na azt, ha érted. Az bevállalós. Tehát ma már beszéltünk a reggeli sportról, de azért ez még egyet nagyon, látesz. Mezitláb tolja. Mezitláb tolja. Na ha ott lehet, hogy valamelyik budai fürdőbe ellopták a cipőjét. 31-es úton Heves és Tenk között. Kamion az árokban, egy sáv lezárva, majd Tenk és Dormand, vagy Dormand ékezet nélkül jött között, trafi ezüst Oktáviából szintén. A Fehér út áll az Őrs felé, mert lezárták az egyik sávot az Őrsön, ez Oli küldte nekünk, és az M3-as Budapest-Debrecen között jól járható köd és hatóságmentes, ez pedig Brünci üzeni nekünk. Gyerekek, megnéztem ezt a Nymphomaniás című filmet. Na! És? Hazamentél, óriás buli volt. Hatalmas. Nagyon jó film. Jó film. Szenzációs, ugye most megy a moziban. Igen. Ugye? Megnéztem 2 óra után, megnéztem, hogy kirendezte, ugye tudtam, igazából, hogy megnéztem még egyszer azt a rendezőt, amit a filmmel rendezte, és kiderült, hogy nem azt a filmet rendezte. Ja. A Last Frontiersnek van, ugye most a Nymphomania című film, végig szenvedtem egy francia nyelven zajló á. 2 órás Nymphomaniás film, na megnézem. Uh-huh. Na, valahogy nem, valami nem oké, mert nem jöttek azok a snittek, amiket megszoktam a bemutatóból. Yeah. Nem mondom, a fene se tudja, ez lehet, hogy a rövidített verzió. De ilyen letakart portáló, kabinos moziba mentél be? nem, a Nymphomaniás című film. Nem, otthon. Leszettem, mondom, hát gyerekek, kultúra, ugye? Hát az Lars von Trier. Vicky a legjobb művészfilm volt, amit valaha láttam. Szenzációs ez a Nymphomania. Szenzációs. Megnéztem a kutya fáját, hát egyrészt szerintem abban angolul beszélnek, itt franciául beszélnek. Ugye ment a helyesze hurca, hogy a rövidített verzió, mi jut a mozikba, a rendezői változat, kivágják, nem vágják, korhatáros, nem korhatáros. Kampánya volt egyébként, tehát hogy aki nem akart addig megnézni, az utána már. Igen. Az is meg akarta. Hátradőltem elégedetten, és azt mondtam, jól van, Bali, adtál a kultúrára. Ennyi. De nem beszéltél hangosan. Tessék? Nem, mert csak, hogy magamat megdicsértem. Jó van, hogy látsz filmjét, látni kell. Jó van, hogy adtál. Otthon volt. Mondom, jó van, adtál a kultúrára neki. Nem hagyott nyugodni, mondom, valami nem stimmel. Ez nem jó így. Utána nem az a rendező, nem az a főszereplő, nem az a Nymphomaniás. Egy nőről szól, aki imád dugni. Aha, akkor nem volt rossz film. Akkor többé kevésbé a Fete is a Nymphomaniás. Jó, hát az eredet, igen. Tulajdonképpen a Nymphomaniás is hasonlóképpen erről szól, csak máshogy. De és ugyanaz volt a cím, hogy Nymphomaniás. A Nymphomaniás, ez a cím, egy franciául beszélő, arról szól, hogy a kislány először egy olyan palival van együtt, akivel nagyon jó, és rákattan a szexre, és elmondja az anyjának, hogy ő Nymphomaniás lett, és az anyja haldoklik, és elmondja neki, hogy kislányom, én úgy értem az életemet, hogy minden lehetőségemet kihagytam, apáddal nem volt jó a szex, élj a mának, használj ki minden lehetőséget. És a lány szó szerint veszi az anyai utasítást. Ja, rendes gyerek. És elindul felfedez. Egyébként jó a film. Mondtam, hogy te jó, hát kulturálódom egy kicsit. Ezt nem azt a filmet sikerült megnézni. Hát nem baj. De nem baj, hát most... Mindegy, egyet láttál belőle. Gondolom, most egy Nymphomaniás címet 600 ilyen film. Aki egy Hamletet látott, az összeset látta, nem? Gyerekek, hát ezek után már most már minek? Nem? Megnéztem, nagyjából tudom, miről szól. Megértettem a szó jelentését is.
Sokat beszélnek, hogy francia volt? Én nagyon szeretem a francia filmeket. Tehát a, vannak nagyon jó francia filmek, van egy kedvenc rendezőm, az a Rémi Bezankon, ő szenzációs filmeket csinál, tehát ez hihetetlen, igen. Nagyon jó tényleg. Itt franciaul beszéltek, tök jó. De semmi. Felejthető. De többé kevésbé is itt értetett, például, amikor azt mondták, hogy obládi, oblád, akkor. Nem, arról szól, és egyébként a film mondani valója baromi érdekes, és ugye nagy közhelyre sokszor mondják, hogy ha egy pali csinálja, mekkora macsó. És ha egy nő csinálja, akkor kirekesztik, elítélik, megbélyegzik, mindennek lehordják, elmondják, hogy mennyire rosszul működik, közben egyébként ez egy létező dolog, hogy ránézel egy pasira, és nem bírod megállni, hogy ne szexelj vele. Tehát ez egy orvosilag is egy létező fogalom, amit most így vagy úgy lehet gyógyítani. És hogy mennyire nehéz így egy nőnek élni, oda megy egy busz megállóba egy férfihoz, ránéz, férfi visszanéz, elmenek a kapuajba, és szexelnek egyet. És ezt egy nő csinálja, tudod, és talán kiderülhet, hogy mennyire piszkosnak érzi magát. Még egy férfi berángat egy nőt ugyanabba a kapuajba, és megtörténik a dolog, hazamegy, rágyújt egy cigire, és azt mondja, hogy király vagyok. Mekkora király vagyok. Mondjuk hozzáteszem, én nem érzem ezt nagyon életszerűnek, hiszen életem nagy részét busz megállóban áll. Na, van ilyen, hogy odáll melléd egy nő, rátkacsint, és azt mondja, Maximit kérdezik, hogy mennyi az idő. Vagy van egy kis apró tesó. Van egy cigit haver. Nektek már volt olyan, hogy napközben így valaki rátkacsintott egy nő, elmentetek ők. Már régen. Hát nagyon régen. Nagyon régen. Volt. El is vettem feleségét. Bent, ott álltunk a liftben, bent, nála is könyvek, nálam is könyvek, balra nézett, én jobbra, nyilván így ért össze a tekintetünk, rám kacsintott, és éreztem, hogy itt még valami lehet. De volt is rögtön, tehát megállt a lift. Olyan is volt. Aha. Nekem ez a klasszik nem volt nekem. Meg soha. Beállok egy liftbe, rám néz a nő, az egy fél órát csak tölcsért csinál a kezéből, és vidáman úgy kiáll. Csinál egy nyelvével, és megmondom, mit csinál, keresem, amit a szádra, hogy segíts, bemegyek, kiadogassam, vagy ha használnád fogságot, le se esne valószínű, hogy erre gondol, de hogy nekem ez a tipikus, nagyon klasszik, ez nem volt még. Figyelj, ha ezt csinálj, akkor ez valószínűleg egy epilepsziás rohamnak a kezdet, adod az övedet, nehogy elharapja a nyelvet. Olyan volt, hogy kocsiból átnézett mosolygás, és akkor ott valami volt, elindult régebben, én vagy a kocsiba a szemezem átnézett. De nem integetett, hogy dőjél hátra, mert a melletted lévő kocsiba szeretne hátra. Olyan is volt, mikor mi kis poszkival jártam. Visszamösögtem, dőjél hátra, menj ki a képből. Ott a verzsós csávó, azt nézem. Olyan is volt, de ez a klasszik, beállt a kislány a busz megállóba, pali ránéz, csaj oda néz, mennek a kapuajba. Aha. És brutális. Szever pali? Hát Szever Pali aztán nagy kujom volt mindig is, úgyhogy én gondolom, hogy igen. Na mindegy, jó. De meg akarom nézni a Lars von Triernek a filmjét, kíváncsi vagyok, hogy milyen egyébként. Na, viszont hallottátok ezt a gépeltérítős történetet? Ugye erről sokat beszélünk, engem ez mindig nagyon érdekel, de most újabb vetülete van a dolognak, valami olyan történt, ami szerintem még soha, vagy csak nagyon ritkán. Ugye egy etióp légitársaság felszállt a kis 767-esével, elindultak, hogy megérkezzenek valahova Rómába talán. Azt hiszem, lerepülték a távolságot, majd a másodpilóta egy kellő pillanatban megvilágosodott, hogy ő nem szeretne leszállni a római reptéren, és akkor itt kéne boncolgatni, hogy hogy történt egy ilyen. Eltérítette a saját repülőgépét, és leszállt Genfbe, hogy hát mégis menedékjogot kérjen. Úgy, hogy a pilótát egyébként kirakta a fülkéből, vagy megvárta, hogy elmenjen vécére, magára zárta az ajtót, és eltérítette a saját repülőgépét, és elrepült egészen Genfig. Picit fura sztori. Hogy ráadásul aztán később Genfben ő úgy próbált meg menekülni, hogy leereszkedett egy ablakon keresztül valami kötélen, vagy én nem. Tehát az egész ilyen, olyan, mint valami, nem tudom, egy ilyen egy az meg, hogy ilyen emberre bízod az életed? Igen. Tehát, hogy egyébként felszállsz, mint van valami dolgod Etiópiában, hogy bárhol máshol, mint tudom én, egy Afrika, vagy egy Szudán, vagy bárhova elmész, repülsz egyet, elmész búvárkodni. És ott ül egy ilyen afrikai manus, aki egyébként azon gondolkozik, hogy neki nem jó, ahol él. Ő szeretne menedékjogot kérni. De hogy téríted el a gépet? Hogy történik? Meg azt értitek, hogy zajlik ez az egész? Hogy Róma nem volt neki jó, sem a Vatikán. Neki Genfbe kellett mennie, hogy Rómában nem kérhetett volna ő egyébként menedékjogot? Nem, ő Genfbe szeretett volna menni Svájcba. Ott van rokom. Ja, igen. Vagy jobb a csoki. Vagy utána nézett esetleg, hogy nincs kiadatás, vagy mit tudom, én nem tudom, utána nézett. És az utasok rendesen frankor ültek hátul? Na de várjál, hogy történik? Mindjárt az utas erről nem tud semmit. Mit látsz te utasként? Azt látod, hogy a pilóta kijön a retyóra. Ugye? Gondolod, ha nem húzzák el a függönyt, akkor ezt láthatod, nekik ugye nincs bent vécék, ő is az első vécét használja.
kijön, becsukja az ajtót, elmegy. Zöldre vált, pirosra vált. Nyílik az ajtót, te ülsz mondjuk az a bizniszen, az első osztályon, valahol ugye ott az van közvetlen. Hallod, hogy kopog. Megint kopog. Te utasként látod, hogy a pilótát kizárták. Hogy csalja ki a pilótát a fülkéből? És a pilóta egyre zavartabb. És egyre zavartabb, igen. Megkérdezi, hogy nem kell a WC-re menned? Vagy ez hogy? Csak belül van, kilincs, semmi gond. Mindig eljátszunk. A másodpilóta hogy viszi ki a pilótát? Sokszor megkérdezi, hogy nem kell a WC-re menned? Vagy ez hogy zajlik? Menj, már ki, szerintem egy picit már... Hú. Hát, ha szellőztetni lehetne... Bab? Nem kell-e kimenned WC-re? Ugye? Kimegy. Ő utána egyébként beszól, hogy eltérítette a gépet? Vagy ez ilyenkor hogy zajlik, hogy ő elmondja az utasoknak? Nyilván nem mondja el, te csak azt látod, hogy már ott repülsz, látod a Kolosseumot, Vatikán, nagyjából azt jelenti, hogy mindjárt leszállsz, aztán nem történik meg de a leszállás. De ezt így direkt módon bemondott, hogy eltérítettem a gépet, és szerintem nem beszállok le. Következő állomás Genf. És mindenki gondolja arra, amire akar. Szerintem nem mondja be. Nyilván már nem mondja be, egyszerűen érzik, hogy körözik a gép, és valahova elindulnak. Kis kerülővel megyünk. És akkor, akik ott ültek elől, azt látták, hogy egy tanácstalan pilóta próbál visszajutni a saját pilóta fülkéjébe? Igen. És hát talál rájuk most jogi időkérni, tehát nem lenne semmiféle probléma, nyilván nem akart pánikot okozni. Tehát, hogy egy zavart pilóta azért nem túl jó menni egy repülőgépen. Hát egy 10 perc múlva a kapitány nyilván körbe megy kávéval. Érted? Tehát akkor már... Elnézést, én sem tudom, hova megyünk, de legalább igyanak egy kávét. És olyankor egyébként a másodpilóta a légirányítók tudtára adja, hogy ő eltérítette a gépet? Vagy másodpilótaként neki szólni kell? Nem, mert ugye most már minden eltérített persze. Gép, ami letér a pályájáról, az nyilván veszélyes, ha nem akarja, hogy lelőjék. Nem kell szólnia, mert a légirányítók ezt észreveszik. Jó, most jó, hosszú, már távolodsz, hova? Nagyon nem jó. Ha van légiforgalmi irányító hallgatónk, segítsen már nekünk, érdekesek ezek a kulisszatitkok, hogy ők egyébként mikor veszik észre, hogy a gépet eltérítették. Vagy én úgy tudom, hogy a pilotáknak van valamilyen titkos jelzés. Tehát ha bemegy a terrorista a kokpitbe, akkor ő úgy csinál, mint ott kapcsolgatna valamit, de ott a sok panel konzol közül megnyom egy bizonyos gombot, akkor az ugye bejelez a légirányítóknak, hogy valami nem stimmel. Hogy elrepült a gép. Most ez az ember elvileg iskolát végzett. Igen. Nem? Tehát eljutott oda, hogy másodpilóta legyen. Nem egy hülye pali? Nem, egyáltalán nem, és valószínűleg a nemzetközi repülési joggal is tisztában van. Na de tudod, hogy eltérítesz egy gépet, te ott már gépeltérítő vagy. Tehát ott te mire leszállsz, te terrorista vagy, ott te már nem kapsz menedékjogot, mert elvittél 200 embert a hátad mögött, és leszálltál egy másik reptéren. Tehát hiába voltál te a másodpilóta? Tök mindegy. Hát nem, tök mindegy. Onnantól kezdve nem megyek, hogy jó, maradj itt, lakjál nálunk. Te onnantól kezdett gépeltérítő vagy, tehát bemegy egy svájci börtönbe, vagy kiutasítják, és bemegy Etiópiára 13 évre börtönbe. Meg ki tudja egyébként, hogy ezen a gépen mennyi üzemanyag volt. Tehát azért az is egy érdekes szempont, hogy lehet, hogy ő ezzel már az utasoknak az épségét veszélyeztette. Hát igen, egy Róma Genf, igen. Az... Megkocogtattad a bűztet, van a talán jó lesz. És ilyenkor egyébként hivatalosan kinek kell intézkednie? Már úgy értem, hogy például a légvédelemnek vagy... Persze, hát inkább a légirányító gondolom szól, a légvédelemnek fölküldik, de azt gondolom egyébként... De az olaszok? Hát nyilván olasz a svájci, esetleg a monakói. Ősz viszont a kis Martinidet, ott nem szűzítjük, és így megérkezik két vadászgép a repülő mellé, nem? Balra nézi, megböcögteted az asszony, hogy nézd, és két ilyen F-14 így fölúszik mellé, de akkor már úgy érzed, hogy valami nem stimmel. Mekkora félelem. Hát határig olaszok vannak. Integet lefelé. Az utasok meg visszaintegetnek. Királygép! Nézd már, milyen közel jött az a kis vadászgép, és egy kettő-két oldalról így megjelenik. De azt nem értem, mi baja van egy etióp másodpilótának? Jól keres Etiópiában az, hogy te másodtiszt vagy, hát azért az meglehetősen kiemelkedő, nem? Például a kecskepásztorokhoz képest igen, határozottan erős. Tehát ha neki van baja, érted? Mi baja van egy másodpilótának? Azt nem értem. Miért mászott ki az ablakon? Ez is egyik. Hát mert nyilván, amikor leszálltak, akkor már ugye el akarták kapni a csávót, mert gépeltérítő. Akkor már ő gépeltérítő, így van. És észrevette, hogy azok a biztonsági erők, akik felsorakoztak a gépnek, csak az egyik oldalát veszik. Ők... És a másik oldal. De nem a gépből mászott ki az ablakon, hanem már az épületből. Én úgy tudom, hogy a gépből, nem? Azt nem tudom. De van nyitható ablak egy repülőgépen? Persze. Ez egy etióp gép, ezzel minden. Ja, igaz. Azt nem tudom, hogy kiférsz el. Azt nem tudom, hogy ott kiférsz el. Filmeken kiférsz elvileg, igen. Az utasoknak állítólagosan fejre tett kézzel kellett elhagyni a repülőt. Tehát azért az sem, amikor így lesétálsz így 30 géppisztolyos között, hogy akkor most ugye nehogy terrorista is elhagyja a gépet. Tehát senkit nem kérdezte ki, mindenki feltette a kezére a fejét, és elhagyta a gépet. Igen, és hát fejlete csomagokkal, mert ugye az etiópoknál úgy történik az áruszállítás. Igen, 6 kiló rizssel a fejeden kellett egyensúlyozni, igen. Van egy hallgatónk, aki légiforgalmi irányító. Hello, Józsi, jó reggelt!
Jó reggelt kívánom. Légiforgalmi irányító vagy, tényleg jól mondom? Így van, légiforgalmi irányító vagyok, de most nem a radarernyő mellől beszélek. Ez mind a számunkra, mind az utasok számára szerintem megnyugtató, hogy, hogy most éppen szabadnapos vagy, gondolom akkor. Igen, igen. Na, figyelj, ez tök izgalmas. Hogy zajlik ez? Tehát mikor veszitek észre, hogy az adott gépet eltérítették? Vagy mi a kommunikáció ilyenkor? Hogy történik ez? Jani nagyon jól kapizsgálta ott, hogy az irányítóknak ezt észre kell venni. Ugye két különböző esetet kell megkülönböztetni. Az egyik az, amikor egy másik ország légterében térítenek el egy repülőt, és mondjuk a szomszédos irányítók tájékoztatnak minket arról, hogy az eltérített gép egyébként a magyar légtéren keresztül fog mondjuk az új célállomásra repülni. Ez egy egyszerűbb helyzet, mert akkor mi már erre föl vagyunk készülve, tájékoztatjuk a légvédelmet, aki éles szemekkel figyeli, hogy a repülőgép egyébként követi azt az útvonalat, amit várható a magyar légtérben követni fog. De a nehezebb dolog az, amikor esetleg a magyar légtérben jutna valakinek az a butaság az eszében, hogy akkor ő eltérít egy repülőt, és másik célállomásra repül. Ez a nehezebb feladat. De hát ahogy ti is valahogy éreztétek, megvannak ennek a megfelelő nemzetközi, az ICAO által kidolgozott eljárásai, hogyha a pilótának a fejéhez szögeznek egy pisztolyt, akkor milyen módon tudja, közvetett módon tudja az irányítással közölni azt, hogy hát őt eltérített. És akkor például hogy közli? Tehát, meg kell lebegtetni. Igen, vagy egy adott magasságra süllyed, vagy emelkedik. Hogy meg... Én úgy tudom, hogy van valami olyan rejtett gomb, ami sok, tehát nem egy piros pánik gomb, amit meg kell nyomni, mert az, hogy kiszúrja a terrorist, és hanem a sok gomb között valahol, ha megnyom egyet, akkor az nektek vészjelzést ad le, ez igaz? Hát olyan értelemben, hogy valóban nem rejtett a gomb, pontosan azért, mert gyanús lenne, hogy egy nagy hijack gomb lenne a fedélzeten, a kokpitban, mint ha megnyomnak, egyből kiszúrná mindenki, hanem van egy olyan lehetőség például, amit te is mondtál, hogy egy olyan magasságon kezd el repülni, ami nem normális. Tehát az irányítás engedélyezi annak a gépnek a repülését egy X magasságon, és a pilóta mindenféle fajta engedély nélkül eltér ettől a magasságtól, ezt az irányítónak észre kell venni, és meg kell erősíteni, hogy erősítsenek, hogy ő most ezen a magasságon akar repülni, tudod, ha azt mondja, hogy igen, akkor az irányító tudja, hogy ez azt jelenti, hogy őt elterítették. Tehát ha magasságot vált és megerősíti, akkor az már egyértelmű eltérítés? Tehát, hogy nem... Igen, igen. Tehát egy olyan magasságon repül, egy köztes magasságon repül, ami nem normális. Tehát normális esetben ott senki nem repül. Aha. És ha mondjuk a terrorista nem engedi, hogy süllyedjen, tartsa a magasságot, akkor leadhat nektek valahogy máshogy jelzést? Beállíthat egy olyan kódot, ami az irányítás számára a radarernyőn olyan üzenetet, tehát úgy jelenik meg, hogy hoppá, ez is egy eltérítésre utaló kód. Hú, de havasz! Figyelj, ilyenkor ti kommunikáltok, vagy kommunikálhattok a pilótával? Tehát nyilván nincs az, hogy oda kéred a terroristát, hogy nem tudom, X-2 adja a terroristát, elkezdtek jobb belátásra bírni, tehát ilyen nyilván nincs, nem? Nekünk a pilótával. Ugye szeptember 11-e óta egyébként van egy olyan fajta eltérítés is, amikor nem a pilóta fejéhez szegezik a pisztolyt, hanem átveszik a hatalmat a gép fölött. Aztán akkor nyilván ebben az esetben aztán semmiféle kommunikáció persze nincsen. Szeptember 11-e esetében sem volt semmiféle kommunikáció, de hát azért kell nekünk a légvédelemmel szoros kapcsolatban lenni, hogy az ilyen eseteket időben a lehető leggyorsabban közöljük velük, és akkor ők azonnal vadászkísérletet küldenek föl, és elkapják ezt a gépet, és mindent megtesznek annak érdekében, hogy valami nagy kárt ne tudjon okozni egy ilyen repülőt. Ti indítjátok a légvédelmet? Tehát te ott a mi értesítjük, tehát mi vagyunk az egység, aki értesíti. Persze, hogyha egy szomszédos ország légteréből lép be a magyar légtérbe, akkor már egyébként a katonák mondjuk a NATO vonalon keresztül értesítést kaphatnak egy másik ország, egy másik NATO tagállam légvédelmétől, hogy készüljetek, hogy egy ilyen gép be fog lépni. De mondom, a nehezebb az, amikor a mi légterünkbe történne, vagy következne be egy ilyen dolog. Ez nagyon izgalmas egyébként a ti munkátok, hogy ez hogy zajlik. Ez abszolút izgalmas, egyébként ezt gyakoroljuk is, tehát hála Istennek mióta én dolgozom, a magyar légtérben nem volt ilyen, nem térítettek el repülőt, ugyanakkor azért, hogy az irányítók ezeknek a jeleknek a tudatában legyenek, és tudatosan készüljenek egy ilyen esetre, ezt rendszeresen úgynevezett kényszerhelyzeti szimulációs gyakorlatokon mi ezt gyakoroljuk. Te hány gépet viszel egyszerre a munkát csinálni? Tehát beülsz délbe, ott vagy 8-ig, és egyszerre mondjuk hány gép sorsa, vagy hány ember sorsa függ tőled? Mennyit irányítasz egyszerre? Hát, hogyha beszámol, vagy utána számolna az ember, akkor lehet, hogy elmenne a kedvetől a dologtól. Nem így kell ezt fölfogni. Mi repülőgépeket irányítunk, tudjuk, hogy a repülőgépeken utasok utaznak, és nekünk az a dolgunk, hogy biztosítsuk, hogy két gép soha ne kerüljön közelebb egymáshoz, mint egy előírt távolság, ami egyébként 9 mérföld, vagy 9 kilométer azonos magasságon, ami egy földi ember számára nagy távolság,
9 km, ha autóval mész, hát az rengeteg idő. De repülővel ez nincs egy perc, úgyhogy nagyon észnél kell lenni. És van úgy, hogy bizonyos légterekben, mondjuk az ország keleti részében, ahol nagyon nagy az átrepülőforgalom, ott adott esetben akár 16-17 gép is lehet egy adott másodpercben, vagy egy adott pillanatban a frekvenciában. És ugye azt, ha beszorzom, mondjuk veszük ezt az Airbus 380-ast, ami ugye 500 ember elszállítására képes, hát azért az már egy időben akár több ezer ember is lehet. És te hogy csinálod, hogy látod a monitoron, és lejjebb küldöd, följebb küldöd, tehát minden ott van, amit a filmekben látunk, hogy ott van, ott mozognak kicsi kis ikonok, azok a gépek, és neked jelzi, van, hogy melyik milyen magasságban van, és akkor te effektíve küldözgeted őket ide-oda, nem? Így van, tehát a légiforgalom irányítás alapelve az, hogy az irányítók utasításokat és engedélyeket adnak a pilotáknak, annak érdekében, hogy ez a bizonyos elkülönítés, vagy azonos magasságon 5 mérföldre, 9 km, vagy függőlegesen 300 méter legalább legyen két gép között. Ez a lényeg. Mondhatnám azt, hogy ez egy videójáték, aminek nagyon egyszerűek a szabályai, de hát azért ennél sokkal komolyabb. Igen, csak nincs három élet benne. Abszolút nincs három élet. Meg nem nyomod, mint az állat a fire gombot. Igen. Figyelj, és arra még emlékszel, hogy az első nap az milyen volt, hogy így leült, és azt mondták, Józsi, sok sikert, hátba vágott valaki, és ott hagyott, és ott ültem 8 gépeddel a monitoron. Nyilván most sarkítok, persze ez nem így zajlik, vannak szimulációk, gyakorlatok, de amikor így az első, azt mondták, Józsikám, ne feled, élesben vagy, sok szerencsét, len vagyunk a büfébe. Én szerintem ezt senki nem felejti el, aki erre a szakmára adja a fejét. Ugye, ahogy te is érzed, vagy ti is mondjátok, ez olyan, mint az autóvezetés. Tehát először beülök, és ott van mellettem az oktatóm. Tehát én nyomom a gombot, én beszélek az irányítóval, vagy a repülőgépekkel, de minden mondat, ami a számból elhangzik, azt az oktatóm ellenőrzi, és hogyha valami hülyeséget mondanék, akkor az oktatóm azonnal közbeszólna, hogy itt a pilotákat összezavarjam, de aztán eljön egy pillanat, amikor valóban megveregetik a hátamat, és azt mondják, hogy Józsikám, jól teljesítettél, innentől kezdve csináld egyedül ezt a dolgot, és vállald a felelősséget annak, amit csináltál. Az nagyon kemény. Amikor a légtérben, a magyar légtérben beérnek a gépek, akkor az oktató beszól nekik, hogy srácok, egy kezdő van, majd lehet, hogy javítok. Igen, azt ők érzik a hangomon, hogy vibrál a hangom. 16 Hz, 8 Hz, vagy ne, vagy 9 Hz, tudja, hogy menjen valahova. Te mi jót csinálnak? Ilyen mondat nem hagytál a szádat, hogy áll Itália, menj még egy kört, első napos vagy. Nem, egyébként higgyétek el, tehát ezt ugyanúgy halljuk, vagy érezzük mi is, hogyha a pilóta mondjuk kezdő, de ők ugyanúgy érzik, tehát ez megvan, és az a lényeg, hogy az irányítónak a hangja az mindig egy olyan nyugalmat sugározzon a pilóta felé, mert azért adódnak ám meredek helyzetek, meredek szituációk, és a pilótának bíznia kell az irányítóban, mert a pilóta felelős a saját repülőgépéért, de igazából nincs képben arról, hogy mi van körülötte. Nekem ezt tetszik marhára, ez, hogy ezek a vészhelyzetre való ráutaló magatartások, ez nagyon tetszik, ez a fajta kommunikáció, hogy Wizzair 616-os minden rendben? Fogjuk rá! Igen. Leszámítva ezt a rohadt nagy stukkert a vessébe. Szó. Vannak itt jók a történetek, igen. Például itt másik ország irányításában történt, hogy a 10.000 méter fölött, 10.000 méter magasan repült két gép, és az egyiknek szólt az irányító, hogy most akkor azonnal, de nyugodt hangon, azonnal forduljon jobbra 20 fokot zajcsökkentési eljárás miatt, és a pilóta csodálkozott, hogy 10.000 méter magasságon milyen zajcsökkentésről beszél maga. Azt mondta az irányító, hogy tudja maga, milyen nagy zaja van annak, hogyha egy 747-es összeütközik egy 737-esre? Ez megtörtént. Hát ez csak ilyen, ilyen iparági tréfa, iparági legenda, így van. Egyébként viszont nem legenda, hogyha már ennél a témánál vagyunk, hogy az egyik leggyanúsabb jel az, hogyha nem kommunikál a pilóta az irányítással. Ugye, tehát a tök csönd van. Tök csönd van. Nemrégiben volt egy olyan eset, egy Törökországból Nyugat-Európába tartó repülőgép rögtön a törökországi felszállás után belépett a bulgár légtérbe, és onnantól kezdve elveszett a rádiókapcsolata a pilótával, átrepülte egész Bulgáriát, átrepülte Romániát, úgyhogy nem kommunikált az irányítással, viszont követte szépen azt az útvonalat, amit a repülési tervében leírt. Azt a magasságot, azt az útvonalat. És a román kollégák úgy átszóltak, hogy hát már mióta, már egy órája nincs kapcsolat a pilótával, és hát, hogy mi is értesítettük ugye a légvédelmet, és mi is, ahogy átlépte a magyar határt, megpróbáltuk meghívni minden lehetséges frekvencián, rádiófrekvencián, de hát nekünk sem sikerült kapcsolatot teremteni a pilótával. A légvédelem mit tett? Szokás szerint fölemelte, vagy elengedett két vadászt, akik annak rendje és módja szerint a 11 méter magasan repülő gép mellé álltak, illetve mögé. Ez a normál konfiguráció. És a stewardess arra lett figyelmes, hogy
hogy az utasok egyszer csak 11 000 méter magasan elkezdenek fényképezni az ablakon keresztül. Ott ritkán van, mint ott ritkán van látni való. Nem értették, hogy mi a túrót fényképeznek 11 000 méter magasan, és ők is lenézték, és megnézték, hogy ott van a vadász, bekopogott a pilóta fülkéhez a szűrőzéskek, megkérdezte, hogy normális dolog az, hogy itt egy vadász van mellettünk, erre a pilóta azonnal kapcsolatba lépett az irányítással, tehát ezek olyan jelek, amit azért a drágám elaludt, vagy elfelejtett, hogy van egy úgynevezett rádió, ahol kapcsolatba kéne lépni, vagy nem tűnt, hogy 4 órája senki nem szól hozzá, vagy ez Ezek olyan rejtélyek számukra, hogy ezt mi. Na de ez is miért érted, hogy kinéz jobbra, és akkor Kolosseum Szófiában. Érted? Tehát, hogy... Igen. Hogy ott esett le neki. Úgyhogy de nagyon a vadász tiltsik. Figyelj, és kidönt arról, hogy amikor kell lőni. Tehát én ülök, ott egyszerűen megjön a vadászgép. Az kidönti el, mindig az adott ország kormánya, nyilván, ha veszélyes célpont felé megyek. De hát becsapódhatok én egy lakóövezetbe, és nem kell nekem a Pentagon, vagy nem tudom mit. Tehát ki adja ki a tűzparancsot adott országon. Én úgy tudom, hogy ez nemzeti hatáskör. Nemzeti hatáskör. Minden ország maga dönt arról, hogy milyen döntést hoz ebben az esetben. Ugye a legtöbb esetben, hála Istennek, azt kell mondjam, hogy ezek mind ilyen vagy technikai hiba, hát, vagy tudjuk azt, hogy az angol pilóták között végeztek felmérést, hogy ők bizony rendszeresen elalszanak. Tehát ez rejtés számunkra is. Megnyugtató. Ez nagyon megnyugtató hangzik, mert rendszeresen alszanak egyébként. A British Airways-nek. Rendszeresen alszanak. Figyelj, viszont... Igen, robotpilóta az viszi persze egyébként. Viszont ha már itt vagy, mindenféleképpen meg akarlak kérdezni, hogy nyilván ti is halljátok, hogy az összeesküvés emelt vagy nem, de van ez a chemtrail nevezett dolog, ugye? Amikor így... Hát én ezt rendszeresen. Én rendszeres hallgatója vagyok a Morning Show. Csak meg akarom kérdezni, hogy vannak-e olyan gépek, akiknek mondjuk nem nagyon tudjátok, hogy ott mit csinál, bejön, átrepül, utast nem víz, valami más kód alatt megy, vagy egy kicsit gyanús nektek, vagy bármilyen, amiről nem kaptok több információt, csak mondjuk furán éjszaka mindig 2-től 4-ig átrepül Magyarország felett, és tudjátok, hogy nem utasszállító. Ilyen nincs. Józsi, légy szíves, húzd keresztül. Nem csak kíváncsiságból. Én annyit tudok ehhez mondani, Balázs, hogy ha kondenszség a repülőgép előtt van, és nem mögötte, az gyanús. Az mindenképpen gyanús. De egyébként nem szokott ilyen lenni. Tehát az alapelv, hogy minden gépnek be kell jelentkezni. Tehát mi olyan jeleket, amik nem kommunikálnak velünk. És aha. Nem nyilván, hogy bejelentkezik, csak nem visz utas, vagy sűrűjön. Tehát azt nem tudjuk, hogy ez most egy kargó, vagy utasszállító, vagy egy műszaki átrepülést végző gép. Ezzel mi nem foglalkozunk darab-darab. Szapermeteznek. Jó, oké. Jó, hely nekem ennyi elég volt. Igen. Semmi furcsát nem találsz abban, hogy van chemtrail 312-es, chemtrail 228-as. Figyelj, Józsi, játsszuk azt, hogy én vagyok a pilóta, jó? Ülök a gépen, Jani a másodpilóta, Feri a fedélzeti mérnök, jó? Nem lehet ezt Stuart-e? De fedélzeti mérnök már nem nagyon szokott lenni a repülőgépen. Jó, akkor Stewie. Kérünk tőled egy mondatot, csak kíváncsi vagyok. Egyrészt, hogy szól, mert azért az baromi jó, meg ilyet az ember ritkán hall. Egy utasítás, hogy csináljunk valamit, ereszkedjünk valahova, emelkedjünk föl. Én megmondom, hogy nagyjából ebből mit érthettem, és én mit csinálnék szívem szerint, ha én lennék a pilóta, illetve megkérdezem a másodpilótámat, hogy ő mit értett ebből, illetve a fedélzeti mérnököt. Egy ilyen klasszik, mit tudom én, kicsit hosszabb utasítást, amit adsz így a repülőnek, egy hívójel valamiben, hogy ez hogy szól, jó? Mert ilyet az ember nem hall mindig. Oké, azt azért hozzá kell tennem, hogy ugye a kommunikáció az angol nyelven. Persze, tudom, nyilván. De ez egy lebutított angol. Tehát ez azt tudni kell, hogy ha Ázsiától, Oroszországon keresztül, Afrikából jön egy pilóta, az azért, hogy tudjon az irányítással minden országban kommunikálni, az ICAO kitalált egy ilyen lebutított angol úgynevezett fónia szöveget, és mi ezt használjuk. Tehát nagyon ritkán van az, amikor a plain English, tehát a normál English-re kerül sor, tehát azt is tudni kell az irányítónak. Nekünk egy ilyen szaknyelv tök jó, amit mond az india irányító, amit mond a tájirányító, akik ugye nem beszélnek túl jól angolul, ott izzadnak a pilóták, hogy értsék. Tehát egy ilyen klasszik lebutított valami. No problem, go fly. jó, hát akkor... Na például egy ilyen, hogy ez hogy szól, vagy ez hogy néz ki? Hát akkor mondanám azt, igen? Hogy Malév 101, climb to flight level 350, turn left to heading 360 and proceed direct to Tango Papa Sierra. Egy moment, biztos, ezer szó angolul. Google Translate, igen. Jó, hát ki tudnánk elemezni, János, hogy legyen szíves, hajtsa végre ezt az utasítást. Jó, szóltam át a másodtisztemnek, hogy akkor ezt tegyük meg, amit mondott az úriember. Fordulunk. Akkor hajrá! De jól szól ez egyébként, igen. Nagyon jó. De klassz ezt így hallani. Egyébként ez a maximum, tehát ennél több utasítást nem is lehet egy mondandóban kimondani, mert a pilóták is emberből vannak, és azért az ők fék sem káptalan, tehát az irányító egyszerre sok mindent akar,
akkor azt inkább több részre vágjuk, és akkor úgy közöljük a pilótával. József, nagyon-nagyon szépen köszönjük, jó munkát neked. Vigyázzál ránk, jó? Vigyázok, így van. Köszi, ciao, hello, köszi, hello. Hello. De jó arc volt, nagy nem? Légiforgalmi irányító volt egyébként, ha valaki később csatlakozott volna a beszélgetésbe. 8:30 volt pontosan, 9 perc, te már nem vagy, te mész én most el. Nem, most van egy kis dolgom, igen. Részt veszek egy kis... Mit cukrázna megnyitó? Nem. Átadnak valahol a kerületben cukráztat? Mi történt? Sütítesztesz? A kerületünkben az egyik iskolában rendeznek egy történelmi versenyt, és arra vagyok hivatalos. Mint időskorú vagy? Junior vagy senior vagy? Annak idején nem sok babért termett számomra az iskolai tanulmányversenyeken, és most beneveztem. Hihetetlen, hogy... És ők hívtak? Aha. Ez tök jó. Hihetetlen, az egész életem ekkora harc, hogy még beül gimnáziumba, csak azért nyeressen egy történelmi verseny, nem? Elképesztő bizonyítási vágy van még mindig bennem. Csináld meg, holnap számol. Na jó, nem hozok valami kis érmet vagyok levele. Nyombál a 15 éveseket, hallod, ne szórakozz. 1520, mi is az? 3-4-9, pontosan 6 perc múlva jövünk, mindjárt a hármas ugrással. 9 óra lesz pontosan, 8 perc múlva, hello mindenkinek. Jó reggelt, Jani elment egy fajta ilyen történelmi versenyre, ugye? Aha. Erősítésként, szülőként, vagy szülői munkaközösség tagjaként, nem tudom, de segít egy csapatot a történelem tudásával. Elhívták őt, azt hiszem, a zsűrinek most megvan a zsűri, de mi ez egy verseny lesz, ahol várakról lesz többek között szó. Megvan a kép, hogy valaki és a kisnánai várnak a harangtól, nem érted! Nem jó, igen, álljunk meg, ott nem jó. Üvölteni. De ő zsűrizik, hogy nem részt vesz ezen a versenyen? Azt hittem, hogy részt én vesz. Igen? Mindegy, valamit csinál János, igen. Nincs holnap, elmondja, hogy hol van. Töri versenyre ment, hogy miért, meg hogyan, az kevésbé érdekes, holnap elmondja, nem? Hogy megnyerték-e, nekünk azt kell, hogy megnyerték-e. Igen, 82-esen baleset Veszprém és Kádárta között, Veszprémből kifelé várakozásra kell számítani. Heves és Tenk között egy kamion az árokban van, utcára egyelőre nincs, de várhatóan lesz, vigyázzon mindenki az úton, puszi Linda. És van még egy, igen, a Kecskeméten a Halasi úton kék Chevrolet-ből trafisznak. Nézd meg, micsoda palettája van a rendőrség. Hát, mind Lada Nivából, Chevrolet-ből, Transporterből, mindenhonnan mérnek, igen. Jó van, hármas ugrás, játszunk már is egy hallgatónkkal. Hármas ugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki. Karolina azt mondta, hogy Berlinben tesztel? Nem, biztos félrehallottad, de ő gyönyörűen Bahrain-t mondott szerintem. Há, vagy ki tudja? Bahrain, másodjára? Város az város. Erre. Nem csak írják, és azért gondolkozom, hogy... Nem tudom, most bejött az egyik kolléganőm, és ő is azt mondta, hogy Berlin, de Bahrain volt a papíron, és a headline-ban is ezt mondta. Bahrain... Figyelj, a Zsülnek se tűnt föl. Én Bahrain. Jó, hát a Zsül alszik a ideig alatt életem. Igen, csak Bahrainben. Beblöföltél egy ilyen Bahrain. Aha, és azért Berlinnek tűnt, de francia akcentus sem mondaná. Jó, de Bahrainben mindegy, akkor azt mondtad. Halló, jó reggelt! Sziasztok! Hello, Kata! Sziasztok! Kata, honnan hívsz minket? Hello. Budapestről. Ja, de jó kedved van, ez jó. Hát általában ilyen jó kedvünk szokott lenni a kolléganővel. Ez klassz. Mit csináltok? Banki dolgozók vagyunk. Ó. Oh. Ja, hát akkor lehet is. Ha. Na jó. Igen. Mit csináltok? Melyik rész, hogy hol? Hát háttérmunkások vagyunk, mi egyeztető csoport. Aha. Ketten vagyunk a kolléganőm, és a másik szobában volt, legalább heten vannak. Hogy megjött-e a tej a kávéhoz, ilyeneket kell egyeztetni? Nem. Bankszámlákat. Oh. Például pont tegnap beszéltünk erről a bankkártyás lenyúlásról, mondjuk ha valaki jelzi, hogy neki nincs meg a pénze, akkor tesz meg nézet, hogy na... Nem, nem én foglalkozom vele. Nem. Nem szedünk ki belőle többet. Mi nem, nem tudunk. Nem, kollégén a dolga. Nem tudunk. Kivel játszol? Anival, legjobb barátnőm és kolléganőm. Uh-huh. Akkor ketten vagytok. Hát igen, és a másik szobában meg még vagy heten. Uh-huh. Próbálkoznak segíteni majd. Ó, tényleg sok ilyen átkiabálásos rendszerben? Igen, hát még itt vannak a telefonban kihangosítva. Uh-huh. Na jó, sokan vagytok. Oké. Okay. Kérdezi még János, hogy milyenek a kérdések, de Jánosunk nincs, úgyhogy belevágunk akkor, jó? Oké. Okay. Na figyelj, így szól az első kérdés... Egy dedikált ajándékért, vagy ha nincs rajta dedikálás, akkor az egy nagyon értékes ajándék lesz dedikálás nélkül is. Így van. Milyen állat a kacagó Jancsi? Kacagó Jancsi. Hú, de megy a gépelés, te jó Isten, hát legalább ne ennyire hangosan. Madár. Madár, így van. Mit ütöttél be?
Patagonyanci. Hülye kérdés, mi olyan az, hogy zsiráf? Hát, mit tudna az ember beütni? Jó, Google megy ez erre? Igen. És de nincs ott a hét ember közül egy nincs, aki tud írni? Mert hogy te telefonálsz velünk, és még te is gépelsz? Tényleg, hát, hogy ilyen. Van? Hát, hogy mit szánkod? Többet vagyok. De többiek állnak és néznek rád szájtatva? Nem tudom, mert nem látom őket. Ja. És a kolléganő, aki barátnőd? Itt hallgatja a telefonját a fülébe és röhög. De egyébként rögtön mondta, hogy madár. Csak én el voltam foglalva az írásom. De milyen jó hangulat nálatok ott a bankban? Na, abszolút, abszolút. Hála Istennek, itt ez egy jó csapat. Jó fél csoportvezető is, vagy aki ott úgy igazgatja, nehogy aztán bőjtje legyen ennek? Jelenleg nincs itt. Na jó, jó van, oké. Na mehetünk tovább? Igen. Na nézzük, milyen gyorsan tudtok gépelni. Rövidebb lesz az idő, csak mondom, mert ha valaki ennyire hangosan gépel, akkor ott kevesebb időt adunk. Mehet? Mehet. Hogy hívják a Gyűrűk ura filmek főgonoszát? Gyűrűk ura főgonosza a... Jaj Istenem. Sauron nagy úr. Sauron, így van. De ő nem a nagy úr volt. Igen. Nem nagy úr, de nem, Sauron. A Saruman volt a nagy úr, és a Sauron volt már maga az egy szem, nem? Tehát ő... Ugye? Igen. Bődületes baromságot mondtam, nem tudom, de azt hiszem a Saruman volt a fehér varázsló. A főnök, igen, és a Sauron, de a Sauron volt a főfő, csak ő már nem varázsló, hanem ő már maga a szem. Nem Sauron szeme? Nem így de volt? Igen, Sauron szeme, igen, tehát maga a szem volt, igen, Sauron volt, tényleg, szép fotbali. Jó, ügyesek vagytok, tök jó, abszolút. Na, mi legyen a harmadik kérdéssel? Milyen a filmakör? Hát, ez szerintem nehéz. Filmből is lehet tudni meg. Másonnan is, nem tudom. Menjünk. Menjünk, így szól a harmadik kérdés. Kinek a lakóhelye a londoni Downing Street 10? Sherlock Holmes. Szép volt, tulajdonképpen. Hát ezt jól bedobtad. De miért Sherlock Holmes? Nem tudom. Ez jött. Mit mondott a kollégina hátul? Vagy az 2-10. Hát nem tudom. Nekem is hirtelen ez jött. Aha. Kár érte. Hát ott lakik a brit miniszterelnök, kérlek szépen. Igazából szerelembe onnan jött ki a... Hogy hívták a színészt, aki játszotta? Hugh Grant. Kösz, Laci. Hát akkor bumbalunk. Jó, na legyen egy boom, jó? A feszítés meg volt? Tessék? Topless frissítés meg volt? Nem, a János megígérte, de nem csinálta meg. Nem, odaadták, egyébként átadtuk a szoftvert, hogy hát az egész gépet, de azt mondta a teljes vezérkar, hogy ezzel ők már nem bírnak, tehát hogy annyira régi, hogy már nincs hozzá semmi, ami kell. Jó? Hát igen. Akkor csak a szerencsébe bízunk. Na, mehetünk, akkor mennek az ajándékcsomagok, figyelj, Tiki, Taki! Basta! Hát nézd már! Na, nálad mutat, hát, Anna! Anna! Még villog is! Hey! Mesélj, Teki! Az év második boomja. De király! Sose nyertem semmit. Na, mit szólsz, Kata? Hát királyok vagytok, és tudtam, hogy veletek kell beszélni. Nem mi, hát ez a szoftver, hát semmi közünk hozzá. Megvan az ajándékcsomag. Jó ide, jó. Szuper. Köszönjük szépen. Hát tudod, ez a boom szoftver, azért csak beadott még egyet még így március előtt. Megérezte, hogy törlés lesz déli gomb, hogyha nem működik rendesen. Igen, igen. Kata, gratulálunk nektek, jó? Küldjük az ajándék csomagot. Köszönjük csomagon. Szépen. Jó. Köszönjük. Ciao, hello. Ciao. Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. Gyerekek, nincs a Jani, nem kell rockzene, viszont van más. Mi az, hogy nem áll? Milyen? Hát nem tudod? Hányszor kell még leadnom? Ha nincs olyan, akkor nem rockzene van, hanem retro. Nincs meg? Nem, nincs. Pedig meghallgattuk kedden is, mi? Hú, a retro napot össze kell tennünk majd valamikorra, megígértük. Nagy sikere volt, én egész nap az... Ja, most már micsoda? Hát, ha ő rockzenét rak be, amikor nem vagyok, akkor ha ő nincs, akkor én csak ilyen zenéket tudok. Ezzel kezdjük az órát. Tessék? Ezzel akarod kezdeni. Megvan? Meg. Szerintem. Dr. Ivan, a legnagyobb. My life. Ja, ígértük a retro napot, összetesszük, jó? Le kell gyűjtenünk egy csomó zenét, de meg lesz a retro nap. Nincs elfelejtve, nem? Holnap lesz, szerintem, amikor visszajöttünk a kisebb, nagyobb pihenésről, meg elmenetelről, akkor megcsináljuk a retro napot. Tehát nincs elfelejtve. Jó? Hm?
Jó. Oké. 9 óra múlt pontosan 1 perccel jönnek a hírek, aztán itt vagyunk mi. 9 óra múlt 15 perccel. Hello mindenkinek, jó reggelt kívánunk. Itt vagyunk, Jari elment, de jön holnap, okosodik, vagy okosít, vagy tanít, vagy tanul. Történelem versenyen van egy gimnáziumban, zsűrizik, vagy ott van, részt vesz, a lényeg, hogy holnap van, ma büszkék lehetünk rá. Most is. Most eddig is. Is, de ma nagyon. Ma nagyon, igen, úgyhogy oda tartott éppen. Trafi Balatonszentgyörgy táblájánál a bokor mögött méghozzá egy fekete Skoda. Szívi küldte ezt nekünk Kaposvárról, M3-as Budapest felé a 204-es kilométer Tiszavasvári előtt fotó, valamint megindult a forgalom Veszprém és Kadarta között, ez Bea küldte nekünk, köszönjük szépen. Számot mi nem tudunk teljesíteni, bármennyire is szeretnétek, nem. Majd a retro nap, ha lesz, akkor ott megcsináljuk és adunk különböző dalokat, de dalt a Csabitól kell kérni, valaki Dés Lacit szeretett volna meghallgatni tőlünk, a Csabinál lehet. Mérnek Miskolc felé az M3-ason, a Ludasi lehajtó előtt, ezt Ádám küldte nekünk, köszönjük szépen, és a 106-os kilométernél is mérnek az M3-ason Miskolc felé, Tita Máska. De nehéz ezeket ékezet nélkül elolvasni, meg összetenni. Tita Máska? Tita Máska küldte ezt nekünk, igen, így van. Na, ezek voltak a legfrissebb közlekedési hírek. Köszi. Melyik van egy? M1 autó P pont, az mi? Na tessék, hogy milyen nehéz dolgom van. M1 autó P pont. Autó P. Autó P M0-ásnál egy... Autó pihenő. Autó P M0-ásnál egy fehér agár sétál. Miért? Mit csinál az M0-áson? De tényleg... Ha megy valahova, akkor viszont stoppoljon. Azt tudtad, hogy az agarak állítólag addig futnak, amíg el nem kapnak egyszer egy nyulat, és egy agár egyszer elkap egy nyulat, soha többet nem fut. Ez nem tudom, hogy legenda vagy nem. Nem ízlik neki a nyúl, vagy... Nem, állítólag ezek a versenyagarak, tehát hogyha egyetlen egyszer elkapnak egy ilyen műnyulat, ami ott fut egy gépben. Ja, hát a műnyul után én se futnék, ha az kiderül, hogy mű, hát ki a francot érdekel. Állítólag soha többet nem fut. A rendes nyulat tegyenek oda, akkor megeszi és fut újra. De csak az kiszámíthatatlan az irány, hogy hova, ha merre fut. Lefut a pályáról, akkor azért ott 20 agár eltűnik. Én most az állatvédő kedvén mondom, hogy viccelek, nyilvánvaló, hogy kössék oda. Húzzák az élő nyulat. És akkor megvan. Hát vagy úgy van kódolva, hogy megvan benne a versenyszellem, de ha elkap egy bármit ezen a versenyen, műnyulat, műanyag, nem tudom mi az, amit nyilván nem tud elkapni, mert sokkal gyorsabb, csak ha elromlik a szerkezet, akkor általában soha többet nem fut. De lehet, hogy valaki elmesélt, és tudál, szájtát váltam egy házi bulink konyhába, és azt mondom, apám. Kicsit ittasan, úgyhogy csak a felakarod. Öregem, te milyen művelt vagy, csak akkor a kamu volt. Nem, az agarakról jutott eszembe, ezt hallottam. Na, ennél fontosabb hír, hagyjuk az agarakat, a pécsi börtönbe látogassunk el, az ormánsági uzsoráshoz. Jó, látogassunk meg, mit vegyünk neki. Figyelj, a ormánsági uzsorás most már azt csinálja, hogy szerintem küldetés tudata van, hogy a lecsukott emberek jogairól küzdjön, de a börtönön belül. És most itt tök mindegy, hogy igazságos csúgod le, vagy nem igazságosan, nem ezért küzd szegény, hanem vagy fertőzési viszketesége van, vagy azt gondolja, hogy lehet ezzel a kicsit a büntetési tételt csökkenteni, hogy őnek is sanyarú sorsa van. Hát egyrészt volt egy olyan sztoria, az azt hiszem néhány héttel ezelőtt, amikor beperelte a börtönt, azért, hogy ő nem tud kaksízni rendesen. Hát mert, igaza van. Hát nincs igaza, szerintem, mert a cellában ugye az a történet van, hogy nincs elfalazva a WC, így mindenki szabadon nézheti, ahogy ő oda kuporodik. Nem tudom, hogy erre volt-e igény a többiek szempontjából, hogy nézzék a dolgot. És most jön az új per, amikor arról megy a vitatkozás, hogy vajon az, hogy a többiek dohányoznak, és ő nem, az igazságos-e. Azért perel, mert hogy neki dohányfüstöt kellett szívni az árkában. Igen, tehát a többiek dohányoznak az árkában, nem tudom, hogy lehet-e dohányozni, ezt mondjuk furcsálom, mert Magyarországon egyetlen egy olyan hely nincs, ahol rágyújthatsz, ami zárt. Tehát szerintem az árkában sem. A rabokat, jó, ez lehet, hogy kíváncsi ők mi az álláspontot, beszéltünk erről négy mondatot, félig meddig komolyan, mert kíváncsi, hogy mit mondasz. Érdekes a dolog, tehát azt mondta, hogy aki börtönben van, az ne nagyon reklamáljon. Hát, tehát ő azért ment oda, majd vagy uzsorás, vagy gyilkos, vagy maradjon csöndbe. És, ha nagyon sarkítunk, akkor ez a véleményem. A WC-ről arról konkrétan ez a véleményem. Tehát nem kell uzsorakamatot szedni, nem kell megverni embereket, nem kell megölni embereket, és akkor nem fogsz egy falazatlan WC-ben kaksizni, úgyhogy még négy férfi nézi ezt. A dohányzás az kicsit érdekesebb kérdés, mert az nyilván az egészség kárára elkövetett történet, ott a többiek, de hogy valaki így azt mondja, hogy akkor ezzel megint perre megyünk, és megint a bíróság elé citáljuk, akiknek egyébként nyilván van jobb dolga is, mint erről a dologról beszélgetni. Nem azt mondom, hogy az, akit lecsuknak, aznak ne legyen semmiféle joga. De kicsit rohadjon meg ott a börtönben. Hát, álljunk már meg, nem? Jó, több fajta vetülete van szerintem a dolognak. Elsőre mindenki azt mondja, hogy börtönbe vagy rohadjál meg. Ugye nagyjából így gondolkodik mindenki. Vagy legalábbis biztos azért kerültél oda, mert megérdemled.
stb. Nyilván ebben van igazság, de ha kicsit távlatokból nézzük ezt a dolgot, akkor szerintem azért ez nem ennyire egyszerű, és ennek sokfajta vetülete van, de jogos, amit mondasz. Tehát te dohányozzanak, ne reklamáljon, ne pereljen. Börtönbe ment, menjen be. Ugye? Csináljunk akkor dohányzó cellát, meg nem dohányzó cellát, csak akkor csináljunk ilyen fradi cellát, mert akkor azon össze fognak verekedni, hogy kikinek szurkol, érted? Uh-huh. Tehát, hogy nekem az a bajom megint, hogy ezzel is el lehet menni a bíróságig, és ezzel is lehet valami olyan feltűnést kelteni, vagy megpróbálni csökkenteni a büntetést, amit nem érzek jogosnak. Tehát, hogy nem kéne itt a büntetést effektíven nem is nagyon tudod csökkenteni. Szerintem arról van szó, hogy amikor letelt a büntetés, akkor te egy bizonyos kártérítési összeget tudsz perelni a magyar államtól, amit akkor neked, mit tudom én, Strasbourgba, vagy valahol neked megítélnek, és akkor te kapsz, mit tudom én, 5000 euró, 10000 euró, 15000 euró kártérítési pert, mert neked mondjuk x évig dohányoznod, passzív dohányosként kell ott üldögélned. Na most egyrészt nyilván azért itt vannak persze rablógyilkosok, meg vannak olyanok is, akik nem tudom, mit tudom én, nemi erőszakért ülnek, meg uzsoráztak, aha, meg nem tudom, ott az ember fölöttük azért könnyebben tört párcát, nem szabad azokkal sem megfeledkezni, akik mondjuk azért kerültek oda, mert valakit mondjuk elütöttek, nem tehettek róla, eléjük lépett valaki, tehát azért már itt szerintem sokkal árnyaltabb a dolog, hogy most akkor ő a gyilkos az nyugodtan szívjon dohányfüstöt, de mondjuk te holnap, ne adj Isten, véletlenül valami történik egy közúti balesetben, és egy évre téged elítélnek, mert valaki eléd lépett, úgyhogy nem ittál, nem ettél semmit, akkor téged ugyanúgy embertelen körülmények között tartsanak, tehát szerintem itt is azért kell vonni egyfajta párhuzamot, vagy megnézni, hogy akkor most ki az, aki megérdemli, ki az, aki nem érdemli, meg embertelen körülmények között senkit nem lehet tartani. Na jó, szerintem. De akkor gyilkost azt tehetjük dohányfüstbe? Nem, én pont azt mondom, hogy szerintem... Szerintem nem. Aha. Szerintem nem. Azt is megmondom, hogy miért ne szerintem. Tehát, hogy... Az európai börtönviszonyok azért most már egészen más irányba mennek, mint a magyar börtönviszonyok. Tehát itt, ami van, amit így néha olvasol, meg fotóriporterek különböző heti magazinokban csinálnak, brutális börtönviszonyok vannak. Hogy ez tarthatatlan nyilván. Tehát azért, mert valaki elkövetett valamit, ha az állam is úgy bánik vele, mintha egy állat lenne, és nem tesz különbséget, az semmilyen, annak semmiféle jó üzenete nincsen. Ráadásul ugye Magyarországon mi történik, ha megvizsgálod, az történik, hogy szigorítják a BTK-t, mindenkit tolnak be a börtönbe, ami később egyébként jóval több pert fog eredményezni, aha, és a jóval több elbukott per sokkal többbe kerül majd hosszú távon egyébként az államnak, amit te adóból ugyanúgy megfizetsz, mert te tartod el őket ott börtönben, mintha mondjuk az állam nem a büntetésekre fizetné ki ezt az összeget, hanem építene mondjuk 3 darab új börtönt, uh-huh, ahol normális körülmények között tartanák a börtönben lévőket. Tehát én nem azt mondom, hogy skandináv módjára PlayStation-özni kell, meg gyúróterem hát kell, meg nem tudom, de az, hogy mindenkinek joga van ahhoz, hogy emberi körülmények között menjen el mondjuk vécére és ne dohányozzon, az szerintem azért most már egy európai norma. Tehát ez már nem működik, hogy beküldöm őket egy 100 férőhelyre 160 embert egyébként, ott rohadjanak meg, börtönbe valók is nem foglalkozom velük, mert a magyar állam sorra el fogja veszteni ezeket a pereket. Aha. Mert Strasbourg viszont megítéli, mert ők meg nem tökölnek. Ott van egy egyezmény, így kell tartani, egy négyzetméteren ennyi, egy négyzetméteren x. Ha ezt nem tartod be, és nem... hozol olyan döntéseket, hogy azért normális emberi körülmények között tartsd őket, és nem futballozni, meg gyúrópálya, meg a szauna, meg nem erre gondolom, akkor brutális pénzeket fog kifizetni a magyar állam. Tehát szerintem ez nem biztos, hogy jó. És azokat viszont meg már te fizeted ki. Az akkor igaz. Nem egyszerűbb, ha adunk neki lehetőséget, hogy elmenjen normálisan vécére? Vagy építünk egy börtön? Mert szerintem hát igen, nyilván nem? Az is pénzbe kerül, ugye? Ha pénzbe kerül, de hosszú távon. A fenntartása is hosszú távon valóban kifizető több a történet. A dohányzós résszel akár egyet is tudok érteni. Hát most ez a vécés sztori meg. Irritált, amikor elolvastad, azt mondtad, hogy uzsorázott, hogy ott hát, hogy nehogy már ő dumáljon. Ebben van igazság, persze az ember igazságérzetét ez nyilván mindig bántja. Meg a perrevívés, tehát biztos meg lehet ezt belső vízébe oldani, vagy azért kell kimenni a nyilvánosság elő, hogy mindenki halljon róla, hogy írsz a börtönparancsnoknak levelet, vagy kihallgatás közül, mit tudom én, hogy te nem tudsz kaksizni, úgyhogy még 4 férfi néz, húzzanak oda egy falat, vagy tegyenek be egy valamit. Nem, hát itt van egy sajnos egy nemzetközi egyezmény, hát most ez egy humánus dolog, vagy nem humánus dolog, az mindegy, de van egy humánus egyezmény, hogy az elítélt is ember, aha, és hát tulajdonképpen te nem tarthatod úgy, megilletik különböző alapvető jogok. És ha önnek joga van ahhoz, hogy elmenjen normálisan vécére, akkor a magyar állam ki kell, hogy fizesse a kártérítést. És ebben ez a rossz. A norvég sztori például normális, hogy ez a csávó kért most neki egy régi PlayStation volt benne a cellában, újat kért, meg legyen internet. Végül nem is tudom a nevét, legyen internet. Az normális dolog, hogy megölt 50-valahány embert.
vagy nem tudom, már 70-et, 90-et, mindegy a sztori szempontjából. Figyelj, nem biztos, hogy én nem, nyilván nem. Tehát 70 évig magánzárkában kéne lennie. Tehát az, hogy a PlayStation 3-at kér, az totálisan nonsense. De ha megnézed azért a skandináv büntetés végrehajtási intézeteket, és utána például a visszaesőket, vagy azokat, akik ott megtanultak különböző dolgokat, és nem váltak még komolyabb bűnözővé, és nem estek vissza, sokkal jobbak a statisztikáink. Tehát, hogy elsőre az ember mindig azt mondja, hogy persze, ott rohadjon meg, így van. De ha megnézed, hogy mennyi esélye van mondjuk egy olyannak, aki még jobb útra akar térni, akkor például a norvég, a finn, a skandináv minta sokkal, sokkal jobb emberekként jönnek ki a börtönből, mert kapnak különböző lehetőséget arra, hogy utána még visszailleszkedjenek a normális életben. Tehát azért van abban valami, én nem azt mondom, hogy gyúrószoba kell, meg de a belvétel. Van egy csomó miatt van, az amiatt van, mert máshogy állnak hozzá. Tehát itt is van. Milyen lehetőséget kapsz arra, mennyi lehetőséged van, hányan vagytok egy cellában, ki kell találkozol, ha ott körülötted még 8 bűnözővel, belevisznek, nem visznek, maguk karántanak. Ennek nagyon sok oka van, a lényeg szerintem az, hogy hosszú távon nyilván megérné, hogy sok 3 normális börtönt felépíteni. Mint az, hogy ott most magyar állam rengeteg pénzt fog kifizetni, mert egyre több lesz a per, majd figyelnek, ez elmegy perelni, az elmegy perelni, Strasbourg, mit csinálsz? Jó, hát nekünk van egy normánk, ha ezt nem tartjátok be, akkor viszont akkor mi fizettek. Megítéljük, akkor viszont fizettek. 20-30 ezer eurókat így gyorsan kifizetget a magyar állam, hát előbb-utóbb meg rájönnek, hogy hát kéne építeni egy olyan börtönt, ahol mondjuk nem 100 ember van 160 helyett, hanem ha 100 ember van meghatározva, akkor még 90-en vannak bent. Hosszú távon kifizetődik. Vagy magánbörtön. Az is volt most a múltkor, ugye? Azt is úgy volt, hogy csinál vagy épít valaki, és akkor ott az üzemeltetésért fizet az állam. Az is megoldás lehet. Egyébként meg 2 hete találkoztam az Ambrus Attilával egy ilyen hétvégi fesztiválon. Árult a gyönyörűen a kis sportékáit. Tessék, ő érted, meg tudott változni. Vagy ő egyedül volt, azért nem találkozott mással. Hát ez nyilván habitus meg jellem kérdése, nem tudom. Na jó, van mindegy. Na mindegy. Jó, nem, hogy... igazad van egyébként. Persze, van, hogy az embert irritálja. Csak ha egy kicsit távolabbról nézed, akkor lehet, hogy máshogy kell gondolkodni. De félreértés ne esik, mielőtt megjön, hogy persze wellness hétvégét nekik, meg nem, de szabad eltávolítani. Nem, nyilván nem erről beszéltem természetesen. Mit szólsz az Obamához? Erről akartam 2 mondatot beszélni. Hát azért az ember az Amerikai Egyesült Államok elnöke, hogy azért mit meg nem tehet, nem? Mi a sztoria? Bekérte? Konkrétan odaszólt a Trollok Harca készítőjének, azt hiszem az HBO-nak, hogy legyenek szívesek, küldjék már át neki hétvégén a 4. évadot, mert neki van 2 szabad napja, és ő megnézné. Mielőtt kijön, még 60 nap van a debütálásig, 50 nap, én is figyelem a telefonom, egy applikáció. De hogy Amerikában sem ment még a még film? Még nincs kész, de már ugye készen van. Csak van egy premier idő, amikor ezt műsorra tűzi valamelyik kábel, vagy csatorna. És tudta, hogy akkor tárgyalása lesz majd Mozambikban. Írt egy levelet az HBO-nak. És most meg ráért. Szerintem írt egy levelet az HBO-nak, és azt mondta, hogy adják már oda az új évadot, mert neki most van 2 szabad napja, a feleség elment Hawaii-ra, senki nem látogatja meg. Szeretné megnézni. És elküldték? Azt nem tudom, hogy végül is, mert elmondta, hogy imádja a House of Cards-ot, meg a Trónok Harcát, és hát ezt szeretné. Szeretném megkapni. És akkor visszajött a válaszlevél, hogy a kedves elnök úr, nem küldjük el, akkor mi volt? Főhívta őket, hogy indulnak a kommandósaim? Ez érdekes, ott, hogy az HBO igazgatójaként, nem? És oda szól az Amerikai Egyesült Államok elnöke, hogy küld már át. Most tulajdonképpen nyilván kiírod egy DVD-re, és odaadod neki, mert megkéred, hogy ne terjessz el, meg hogy ne nagyon a premiért azért ne üssük agyon ezzel, hogy kint lesz a neten az első rész. Elnök úr, ne tegye fel a izére a megosztóra. Legyek kedves. De most képzeld így, hogy hány helyen élő még ezzel vissza, vagy hány helyen használja ezt ki, nem? Hogy így neki azért így nagyon nem tud kinemet mondani. Még én is bekérném egyébként, ha tehetném. Figyelj, repülőjegyet nem kérsz, mert van ugye elnöki géped. Tehát az kihúzva, ellátás megvan a Fehérházban, az szintén kihúzva. Most asztalt csak foglalnak neked valahol, ha odaszólsz, szeretnél vacsorára menni. De egyébként én is használnám, ha nem? Én játszottam régen azt, hogy asztalt foglaltam mindig más névre, és megnéztem, hogy ki kapja a legjobb asztalt. Eljátszottam a vágóval, eljátszottam a Fridivel, eljátszottam a nacsával, tehát bemondtam mindig is, megnéztem, hogy kit szeretnek a legjobban, és totálisan le tudtad mérni. És hogy, ki nyert? Azt hiszem, talán a Fridi megnyert, tehát a Fridi mindig olyan asztalt, a Fridi mindig olyan asztalt kapott, hogy elképzeljem, de nem utánoztam, csak fölhíztam őket, hogy én a Fridikusznak vagyok titkára, szeretném, ha foglalnának nekünk azt, és elmentünk a Vikről, és megnéztük, hogy a Fridi milyen asztalt kapott. Elmentünk, megnéztük, a vágó milyen asztalt kapott. Elmentünk, megnéztük a nacsát, a Fridikot, így mindenki végigmentünk, és érdekes a különbség egyébként, hogy bemondasz egy A kategóriát, bemondasz egy C-t, nem mindig volt ugyanaz a színvonal. Tehát elültettek hátra, leraktak oda, tökéletes, igen, láttuk, van egy foglalása. Azt hiszem, a Fridi mindig jó asztalt kapott. Hát, mert féltek tőle, hogy ordítani fog. Hogy hatalmas balhé lenne. Igen.
Mi nem tudunk bekérni valamit? Egyébként? Nekem vannak kedvenc sorozataim, én betudnék. Hát én mehetem neked intézni a szomszédokat, hogy ezt így odaadják, utólagosan visszamenőleg, ha gondolod. Nem, van egy kedvenc sorozatom, az nagyon jó. Az a House of Cards nevezető, az egy Kevin Spacey sorozat. Ez egy interneten jelenik meg először, egy fura, mert hogy nem... Tehát nem kábeltévére rakják föl, hanem ez internetes. A Netflix ezt csinálja, ugye? Azt hiszem. Fölrakják internetre. De őket fölhívni, hogy adják ide neked előre? Nem, például már a Bruzsi, szerintem ő hallgat minket, még ez egy fizetős internetes lap, hogy a Bruzsi, ha már gyártja a sorozatnak a szövegét, aha, mert ugye üzent egyszer a Homelandbe. Ja tényleg, igen, 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 Balázsnak szeretettel a Homeland záróivadát feliratozta, hogy legalább megkérdezni, hogy hogy áll a fordítással. Meg elég nehéz a nyelve, hát ő a megkapja, ő megkapja a filmet? Vagy csak szöveget nem, kap? Nem, ő fönn van a neten, ő ugye azt letölti a netről, és aztán elkezdi feliratozni, ő megcsinálja. Én nem tudom, hogy kap egy fordító nálunk szövegkönyvet, szerintem aha, egyébként ők hallásból fordítanak. Ez kemény meló lehet. Legalább egy 3 nappal előtte küldj át, hogy meg tudjam nézni, miért fönn van a neten. Itt van a Bruzsi! Hello Bruzsi, jó reggelt! Hello! Jó reggelt! Hello! Változtasd el a hangod, nehogy utolérjen a hatóság. Úgy szeretem, hogy te mindig hallgatsz minket. Hello! Figyelj, hogy áll a House of Cards? Hát, hogy elárulom nektek, de ezt nem továbbadni azért senkinek sem. De az igazat megvalva készül szépen lassan. Sőt, már azon is gondolkoztam, hogy megcsinálom az egészet, de nem fogom csak úgy megosztani, hanem előtte kérek egy szívességet emberektől cserébe a feliratért. Tényleg? Balázs! Igen, na, és mi lenne ez, hogy mit csináljunk? Hát igen, azt még nem döntöttem el, szeretnéd nagyon. Boltolhatunk egyébként, figyelj, boltolhatunk? Ha idő előtt, mielőtt te felteszed a napra egy 2-3, vagy az internet egy 2-3 nap előtt át tudod küldeni, már az már nagyon szimpatikus lenne. Hát azért nem tudom, vagy te olyan pozícióban, mint Obama? Nem. Nem. Hazudnék, ha azt mondanám, hogy igen. Ráadásul akkor a nyilvánosság előtt, tehát így ebben a formában nem. Mit fordítasz még most éppen? Most csak ezt csinálod? Nem, mellette még az HBO-nak a True Detective című szériáját csinálom még. Ez a Matthew McConaughey, meg a... Matthew McConaughey, meg Woody Harrelson, igen. Meg a Woody Harrelson. Az nagyon jó, azt hallottam róla, hogy ez szenzációs. Igen, egyetértünk tényleg az egyik legjobb újsorozat az elmúlt éveknek. Figyelj, ilyenkor te kapsz szövegkönyvet, vagy hallás alapján csinálod? Szövegkönyvből igazából a legtöbb esetben lényegében megkapjuk az eredeti angol feliratot, ami rajta ki van a hallássérülteknek az eredeti adáson. Aha. És mennyi idő, míg egy részt lefordítasz? Hát ez azért eléggé vegyes. A House of Cards-nál sok, mert ott ugye a nyelvezete is nagyon nehéz, a környezet is ugye egy számunkra idegen környezet, amit át kell ültetni. 9-10 óra per rész. 9-10 óra per rész. De sose értettem, amikor én nézlek benneteket, hogy kifordította, és akkor ott van egy e-mail cím, hogy ez ilyen egy megszállottság, vagy ez csupán ilyen humánus emberi szeretetből csináljátok? Hogy ezért nyilván nektek senki nem fizet, hogy közben senki, ezrek töltik persze le, és nézik meg a ti feliratotokat. Persze, hát ez egy hobbi. Van, aki horgászni jár, van, aki modellezik, van, aki feliratozik. Nagyon jó. Nem egy társas sportág, azért gondolom ott is te egyedül üldögélsz. Ez magányos dolog. Volt már olyan közöttetek, aki ezzel foglalkozik, hogy mondják ezt szépen, hogy mit csináltok ti, tehát jogot sértetek, és akkor egyszer csak mondjuk egy filmforgalmazóit felkérte arra, hogy hivatalosan is csináljon meg egy ilyen szövegfordítást. Igen, volt már a példa. Pár éve a Comedy Central döntött úgy egy sorozatnál, hogy annyira jó minőségű lett a webes fordítás, hogy felkérte a fordítókat, hogy a hivatalosat is ők készítsék el. De jó! Na, ez tényleg jó. Figyelj, és ha tényleg megy egy sorozat, te nem tudsz elutazni, mert például amikor ment a Homeland, mi tudtuk mindig, hogy hétfő este ott van a Homeland felirat, hát, ugye, és mint amit te 10 héten keresztül nem mehetsz sehova, mert Homelandet fordítasz? Igen, lényegében, azért mondjuk ennyire nem szigorú a dolog, tehát van laptopod, ami hordozható, mi? Hát igen, ez igaz. Ez előfordul, igen, de azért nyilván, hogyha az ember elutazik valahova, nem biztos, hogy ezzel akar foglalkozni. Bár fene tudja, mert most egy hétig szabadságon voltam, aztán most így ezzel ott rám szakadt a House of Cards, úgyhogy... Igen, nagyon sok jó sorozatot tudunk mondani egyébként. Figyelj, ha Obama igazán jó fej, tényleg elkéri, nem? És fölpatintja. Igen, az szenzációs lenne. Tehát írjunk egy levelet az Obamának, hogy mi is nagyon várjuk itt Magyarországon a Trónok harca 4. évét. Tegye már meg, hogy fölrakja gyors az időt. Nem sok, gyorsan letöltjük, aztán eltakarítjuk a romokat. Csak hogy akkor igen, akkor ezt tegye már meg velünk. Elnök úr, tága. Figyelj, megmondjam, Bruzsi, hány nap a Homeland? Akarod tudni? Vagy neked is olyan alkalmazásod? Nincsen, de mondd. Na, megmondom neked, figyelj. Egészen, figyelj, olyan alkalmazásom az összes kedvenc sorozatom mutatja, hogy hány nap. Na. 229 nap
A Homeland. Október 6-án kezdett. 2014-ben. Hát az még egy kicsit odébb van, de... Igen. Kaliforniát ki csinálja? Fejből meg nem mondom neked. Nem tudod, de nem te ti csinálod. Haverok vagytok? Nem. Hát, többi ember? Sok embert ismerünk, igen. Aha. Azért nem mindenkit, de sokan jobban vagyunk, igen. Igen. Na jól van. Oké, akkor dolgozzatok, jó? Már hogy dolgozzál, akkor ezen nagyon várjuk. Milyen lesz a második évad, jó? Baromi nehéz a nyelvezetet, tehát mindenképpen kell a felelni. Igen, igazából még nem néztem végig én sem. Úgyhogy nem tudok az egészről mondani. Azt tudom, hogy az első négy rész alapján nagyon jó. Tehát... Aha, jó volt az első rész is. Vagy az első évad, igen. Uh-huh. Bruzsikám, Isten áldjon téged, nagyon vigyázz magadra. Nem adjuk ki a számodat, esküszöm, nem adjuk ki. Bárki keres, letagadunk, hogy veled beszéltünk, jó? És nagyon szeretjük a munkásságotokat. Ciao, köszi. Hello. Jó fej. Jó arc, persze. Tényleg hallgat minket. Annyi jó sorozat van, de tényleg, tehát ott van a Breaking Bad, amit még esetleg valaki nem látott, most jön a 24-nek egy erővidített, most jön a Trónok harca, a Homeland, fú, nagyon jó sorozat. Jobb látod, már, mint a csillog a szemem, mi? Látom, figyelj, egyszer kezdj el valamit, amit mondok, hidd el, nem mondok rosszat. Pont ezért nem csinálom, mert azt fogom csinálni, én ugye nem tudok így letölteni meg ilyen. Elhozom nem... neked egy évadot, megkapsz pendrive-on tőlem. Tehát így elhozom, és azt mondom, hogy Homeland első évad, tessék, nézd meg. Ez a bajom, hogy beteszem, és onnantól kezdve nem fogsz felállni a televízió elől. Befolyásolja az egész életedet. A lelkedet nyomorítja meg a sorozat, igen, mert odaköt a televízió elé. Tudod, mit mondnak mindig a sorozatokról? Egyrészt sokkal jobb már, mint a legtöbb tévéműsor, aha, de tényleg. Kettő, hogy olyan, mint egy jó desszert. Tehát, amikor a gyerek alszik, szépen elcsendesedett a lakás, leülsz és meglepet magad egy részen. És aztán gondolkozol, hogy most belefuss-e még egybe, vagy ne, vagy inkább olvassál, vagy készülj másnapra, de hogy nem, mindig csak egy rész. És akkor várod az estét, kihagysz egy napot, várod a következő részt, tehát jó. Van most a Kevin Baconben a Following 1-2 olyan évad, hogy döbbenetesen jó. Na, az a baj, hogy én olyan leszek, mint a Jani, aki beteszi, ugye ezt is ő is megbeszél saját magával, hogy egyrészt megnézek, és reggel 5 óra van, és a 8-at nézi. Tehát ő se tudja elengedni, én ugyanilyen vagyok. Mert akkor, ha ott van a gépen, akkor már csak megnézem. Igen, meg egy Homelandet ezt nagyon tudnék ajánlani. 10:30 pontosan 7 perccel, várunk közlekedési híreket, és jövünk vissza mindjárt még hozzá, a nap legjobb pillanatai van. 3:40 lesz, pontosan 4 perc múlva a Hello mindenkinek. A visszaszámláló app neve az a TV, TEVE. Mi jön a? TEVE. Így írják, TV. TEVE. Teve, igen, teve. Ja igen, mert néhányan kérdezték, hogy... Igen, hogy mi, hogy még akkor látod, hogy még 47 nap van például a beteg kimegszálló verze. Gyerekek, 47 nap. 12 óra, 25 másodperc. Április 7-e, 3 óra. Trónokharca. És ezt be tudod negyedik állítani, hogy egy órával a filmkezdés előtt jelezzen a telefonon? Hát lehet egyébként. Simán lehet, hogy vannak ilyen igen, beállítások. Abszolút. Itt van, ott van, nézd meg. Ott van, 15 minutát. Perccel előtte. Hát marha jó. Mindent be tudsz állítani, persze. Visszacsatoljon, hol csatoljon neked vissza, hol szóljon neked, a Facebookon is tudja neked jelezni, ott van minden. Lehet, hogy Trónok harca előtt 15 perccel, ha az amerikait nézed, akkor tudod. Na, hogy... Most neked hány van beállítva? Nekem egy sincs beállítva, nekem hogy sorozat? Aha. Figyelj, megmondom neked, amit... Vagy ő az összeset írja, és akkor te nézheted. Vagy be tudod állítani, nem, nekem benne van a Followingnak, a második évad, megy már, hogy hány nap a következő, benne van a Trónok harca, benne van a Kalifornia, benne van egy Orphan Black nevezetű... Szó, igen, nem rossz. Benne van a Homeland, és a Breaking Bad, de ott már csak annyi van. Rest in peace. Ők bevégezték. Vége lett. A kémia tanár csodálatos kalandjainak. 8 perc múlva pontosan 10 óra. Csabi, hello! Jó reggelt, hogy rendszeresen elalszol. Hát igen, tehát nézd, most vissza robotpilóta, leszállás, felszállás lebonyolítottad, most 8 órán keresztül kapaszkodj egy kormányba, hát ne legyenek illúzióink, átkapcsolják robotpilótára, szerintem. És persze. Ha bemegy a Stewie, akkor egyéb is van. Akkor ott mi a dolog történik? És akkor is csak megy a gép. Igen. Hát kicsit cundikál. Azt hiszem idén is autóval megyünk nyaralni. De félsz a repüléstől, mi? De abszolút nem, egyébként imádok repülni, és bármikor repültem, soha ez nem jutott eszembe. Ugye, én repültem olyan járaton Kínába, a kínai légitársasággal, még volt Budapest-Peking, csak a kínai légitársaság üzemeltette, hogy a negyedik órában kijött a pilóta, fogott egy pokrócot, befeküdt két ilyen székre, elhúzott egy függözlepet, és akkor lefeküdt aludni. Halló, főnök! És így ültél, így kortyoltad a kis teádat, így kicsit így megremegett a kezed, és semmi, 8 óra, aludt, mint tudom én, 5 órát, ott volt a másodtiszt, és fölébresztette a Stewie, előre ment, és visszajött, és egy óra múlva letette a gépet. Hát hunyt egyet, na, hát ez előírás, hogy ezt ott lehet, hogy nem lehet egy ilyen, úgy ott megcsinál a széke, hogy két
ülést így ledöntötték, és ilyen függönnyel így elhúzták. Befeküdt oda, bevackolódott, aludt egyet. Hát de most azt gondolom, hogy olyan, mint a hát most... Budapest-München buszjáraton, hogy két sofőr van, érted? Az egyiknek a néha aludnia kell. Hát, maradt ott valaki azért. A ott a másod illóta benn volt. Hát persze, meg a bármiban úgyis felkeltik. Aha. Jöttek a sztyúik, felkeltették, aludt egyet. Leosztották. Mi újság, Csabikám? Tulajdonképpen azt kell mondanom, hogy minden rendben van. Tényleg? Kicsit furcsán érzem magam, olyan hiányosak vagytok, mert előfordul, hogy te is hiányzol, bár ritkán, de az, hogy a Jani nincs itt. Ugye egy alapkő, egy ikon, de, a fiú. Tudod, mivel lehetett adásból elcsábítani? Töri versennyel. Történelem verseny. Igen, ő ritkán hiányzik, akkor viszont történelem versenyen van, hogy most egyébként milyen töri verseny, nem tudom, de majd holnap elmondja. Izgi. Igen. Na, hívjuk a naphallgatóját már is. Milyen őszinte volt ez az izgi. Annyira érdekel, nem, hogy milyen töri verseny, mert rohadtul. Vár a karcok. Morning show. Jó reggelt, hello. Jó. Fogalmam sincs, miért te vagy a naphallgatója. Fogalmam nincs. Ez a Laci döntött el, de hogy ezt egy kis kulisszatitok, hogy, hogy még csak nem is értem az SMS-et. De legyél te, nincs ezzel baj. Na miért, mit írt? Ha azt meg írtad? Kell magyarázni, Laci, az már ja, hülye, rossz. Ne Jézusom, de hülye vagyok. Én vagyok a barom. Na. De bocs, Laci, hülye vagyok. Jaj, jó, egy viccet küldött, csak szójáték. Ja. És nem láttam az aláírást, csak megnéztem az SMS-edet. Igen. Mit sepernek a repülőtéren? Airport. És én nem láttam az airportot, csak az, hogy mit sepernek a repülőtéren kérdője. Hát mondom, airport. Miért vagy te a naphallgatója? Ja, airport. Azt hittem, hogy az airport az aláírás. Az airport, és nem tettem össze a kettőt. Gratulálunk! Nagyon jó! Nagyon jó! Mit sem bennek a repülőtéren, airport, nagyon jó. Nem írtad alá, hogy hívnak? Zsolt. Zsoltikám, honnan hívsz? Hogy kicsit visszhangos, hogy retyón kaptunk el éppen, vagy merre vagy? Nem. Ugye a rádiót a telefonomon keresztül hallgatom, aztán azért. Ja, és hol hallgatsz minket helyileg? Siófokon. Siófok, mit csinálsz? Dolgozol? Pénzügyen dolgozom, igen. Ó, oh, bankban vagy? Nem, önkormányzatnál. Önkormányzat pénzügy. Azért van ez a nagy csend, meg te is olyan kis visszafogott. Siófok. Nem kérdezünk többet, nehogy aztán baj legyen. Jó? Okay. Küldjük az ajándékcsomagot. Nagyon kedvesek vagytok, köszönöm. Köszi, hogy minket hallgatsz. Ciao, hello. Csabikám, remek zenéid lesznek? Hozom nektek Rebecca Fergusont. Oh. Képzeljétek el, hogy az I Hope című újdonság, ami a második lemezén a Freedomon van, azt a hallgatók elnevezték hopládalnak. Nagyon szeretik. Igen, mert hétszer mondja el a refrénben, és utána I hope. És aztán hoplá lett belőle. De tényleg olyan, mintha ezt mondaná. Tehát kicsit nekünk is énekel. Szerintem más nyelven ezt annyira nem is tudják szépen magyarosítani. És akkor ez lesz? Igen, ezt hozom, mert én is imádom, és a hallgatóink, és szerintem ti is szeretitek. Mi nagyon, mi, majd... Mert mernék más mondani, te nem? Tekert vissza az SMS falat, mert van egy Dést László kérés is, tehát hogy azt gondolom. Igen, hogy visszalekerem. Valamikor. Az időkerekét. Fél kilenckor kértek hirtelen egy Dést Lacit, igen. Csáv, jön a kívánság műsorral 555-55-00, ez a telefonszám, ha szeretnétek tőle dalt kérni, mi pedig jövünk holnap. Szevasztok! Sziasztok! Csáv.